Jó napot kívánok! Tudja, miért állítottam meg? Őszintén, nem. A gőz miatt a kocsiban. Ez mi a faszt akarhat? Tudna adni egy kis vattát? Túlhajtottam a kájfunt. Ha, 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 ha. Természetesen. Beszarok. Szevasztok. És ez Uy. a, ez a, kis, ez, a kis, hangjáték, ez, ez az életből merítve. Az élet maga csinálja a legnagyobb vicceket, ahogy azt F. Sándor Gőzlér barátunk beszámolt róla a Facebookon. Elképesztő. Mert itt ugye a, a rendőr állította meg, és kért tőle vattát, valóban a túlhajtott kájfúnya miatt. <laughs> Jaj, kis aranyos volt. Hogy elképzelem azért, hogy tényleg mi, mut, mi futhat végig az ember fején ilyenkor, hogy mi van, már megint jött valami hülye rendelet, amiről nem tudok. Mi az Isten van? <laughs> Aztán csak egy kis vattát tarhál a biztos úr. Jó napot kívánok! Személyigazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély és egy kis vatta ebben a sorrendben. Azt screws, SS húzal van-e? Az már, az már túl, túl mainstream, azt már nem kérünk. Tudod, tekerőcsomag. Ollófogó. Ollófogó. Mi az? A ja, hogy olló veszőfogó. Fogó. Körömcsipesz. Tweezer. Stand. Na jó, van innen, Tweezer, <laughs> ugye Ugye, tudja, hogy miért állítottam meg? Aj, oh, tudom, tudom, már meg akartam igazítani, féloldalasan izzít a fűtőszálom. <laughs> <laughs> Jaj. Mi történt veletek a héten? <laughs> <laughs> Ázt szakítottam a fogsorommal a finish line-t. Ezen a héten egy dupla epizódos, háromfogas, hatalmas maratonnal pontot tettünk a fogsor felújítás végére, úgyhogy jelenthetem, hogy egyetlen egy Lukas fogam sincsen momentán olyan szépen rendbe lett téve a pofázmányom, hogy az elképesztő, úgyhogy úgy mehetek Varsóba, hogy bátran vicsoroghatok bárkire. Az jó, mert nekem, nekem még tegnap volt egy ö, projektem az utolsó fogammal. Ez hogy is volt? Hogy most még nem tudom összezárni igazából, mert behugyozok úgy fáj, de, de az meg lett csinálva, úgyhogy nekem is még jövő héten van egy, amikor kifaszázzák ezt a fogat, és akkor, akkor utána ez is zsír, os, deszka. Nekem is a jövő hétre maradt volna egyébként, csak mondtam, basszus, nehogy már úgy menjek ki, hogy a két felső nagy meccőm az, ami a legjobban látszik, és az a foltos, úgyhogy nem, 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 ezt sürgősen meg kellett oldani. Na és azon kívül? Azon kívül szimpatikus fiatal emberekkel Bécsben jártam a hétvégén. Ó, kérem szépen. Mi is, de hogy jön ez ide? Történt a hétem Igen. <kül> És azt meséld hogy mikor tévedtél be a buddhista fodrász műhelybe? Buddhista fodrász műhelybe? Jaj, péntek este birkanyírás volt nálunk, mert hát ugye szintén konferenciára készül üzemmódban, ez már a konferencia konform frizurám. Úgyhogy Kinga letolta a hajamat, én meg letoltam a szakállamat. Úgyhogy most ilyen kis röckös szőrös, hogy hívják ezt, sörtés, sörtés golyófejem van. Szólhattál volna egyébként előtte, mert én, én nem, ezt a, nem ezt a palit vártam a kocsihoz, és, és a. Konkrétan én se ismertem a, meg. A, a szakállat <laughs> kerestük meg a, meg a, a hatalmas hajzuhatagot. De hát minden. Tehát akkor oda a meglepetés, ne hülyéské. Igen. Fifika? Hát a Bécsi túrán kívül, nem tudom, tehát én most így egy picit szét vagyok, szét vagyok csúszva ezzel a, a trafik történettel. És Ja, hát és mindeközben, tudod, ez a mindeközben uh, Krisztiának az útját uh, is uh, egyengetem, és már ugye pénteken nem lesz itt, és már a rádiósok kerestek, hogy hát akkor szeretnének pénteken egy riportot. Ó, oh, mondom, semmi gond, van az Egyesületnek szóvivője és akkor mondja rádiós, igen, most beszéltünk vele, de ő már akkor nem lesz itthon ú, uh, mondom, semmi gond, akkor <t ashamed> ha telefonon keresztül jó bejelentkezni, akkor rendben. Úgyhogy p -p 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 érdekes lesz. Melyik rádió volt ez, Krisztián? Mert én már nem tudom Így van. És <t nied cucumbers> pont, de erről beszélgethetünk is majd később pont ezt a kettősséget uh, akarják egy picit uh, jobban körüljárni, ami a trafikba kerülés és a gőzlérlét uh, között uh, feszül. Ennyi volt, megmondom, dolgozunk uh, ezerrel. Charlie? Hát a fogorvosom meg a vépsón kívül tulajdonképp velem érdekesség nem történt csak tegnapi nap, de azóta folyamatosan ideg állapotban vagyok, ideg állapotban, uraim, ideg állapotba, mert a tegnap előtt Tegnap előtt előtt kitettem a, a vépsónak a tízerét, és tegnap előtt kitettem a végleges verziót, amit tudtam, hogy jogvédett tartalom szerepel benne, de hát írták is, hogy nem is tudom, az UMG, vagy BMG, vagy tököm tudja melyik kiadó, ugye Content ID alapján, hopp, beazonosította, de nem kell aggódni, semmilyen következménnyel nem jár, Ö, reklámokat jeleníthetnek meg a videó alatt, és azt majd megkapja a zene készítője, és ezt le is okéztam, mert hát van már ilyen videóm, ugye nem egy, nem kettő, ott van a 722, ott van a, a mit tudom is én még melyik videó, meg más csatornán is van ilyen videóm. És aztán tegnap fogad este a levél, hogy, hogy a tartalom jogtulajdonosa eltávolította a videót, és a fiókom megbízhatatlanra változott, és megvonták egy-két jogomat, megnézem a videó törölve, nem ugyanaz a jogtulajdonos, tehát ez már a Rico Management, rohadjál meg Rico Management, Ö, és nem tudok föltölteni 15 percnél hosszabb videót, és nem tudok live és nem tudok még ezt, meg nem tudok még ezt, még nem tudok még amazt. Egyébként tök jó, mert december 9-én már ez a korlátozás le is jár. Dez? december 9, hello. Úgyhogy benyújtottam mindenféle válaszpanaszt a Youtube-nak, a Copyright Kukac Youtube-nak, a kiadónak az egyiknek, a kiadónak a másiknak, és mivel ez egy olyan zenekar, hogy hála Isten a a gitáros a magyar származású, még a zenekarnak is írtam, hogy dupla mindenkinek, aztán természetesen erre most várhatok, hogy valaki válaszoljon, de és ugye persze az nem jár semmilyen következmény. Tehát letörölték a videót, ö, engem megkaszálnak a faszra, és ö, hiába van eltávolítva a videó, meg hiába, ö, ugye ez fair use volt. Ö, én mindenhol szerepeltettem a, a zeneszám címét, ebből pénzt nem kerestem, ö, előnyhöz nem jutottam, a descriptionben ott volt az előadó, a minden, ami vele kapcsolatos, aztán szerintük ez mégse fair use. Uh, úgyhogy most ez a kanosszám van, és... Ennyit a good standing -edről. Igen, 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 de, de aztán, aztán fogtam a, fogtam a Vimeo-s leporoltam, és az a videó, amit föltöltöttem a YouTube-ra, és, és hát szerintem a feltöltése volt egy olyan a legelső körben durván a 300 vagy 400 megának 6 óra, meg még ott a az egyéb szöszölésekkel elment egy fél nap, az itt fölment három perc alatt, renderelték két perc volt, és még három perc, amíg, amíg HD lett belőle. Úgyhogy fönn van a Vimeón és lehet sasolni, és most csak azért is fricskát mutatva ebbe a posztba is be fogom rakni, hogy rohadjon meg. Uh, ennyi. Ennyi történt a héten, illetve hát az utolsó pár napban. De szóval azt mutattam nektek is, az, azokat a leveleket. Hát, ja. El tudtál rajta igazodni? Te, te mit csináltál volna? Hát pislogtam volna, mint a leveli béka, és ugyanazt, amit te írtam volna a levele. Kurva mérges lettek van. De nem úgy, hanem úgy mondjuk az első levél után mit csináltál volna? Hát mivel az első levél közölte veled, hogy semmi probléma nincsen, minden megy tovább a maga útján, semmi teendőd és izgulni valód nincsen, pont ezt csináltam volna, hátra dőlök és foglalkozok mással. De az az érdekes, hogy, hogy ilyen levelet én két vagy három videómra kaptam, és tényleg nem történt utána semmi. Szegény Csárlit meg itt halára szopatják ezzel. Erre csúsztál valami jóba. Azt meséltem már online, hogy nekem az egyik androidos alkalmazásommal volt ez. Évek óta kim volt, évek óta ketyegett egyszer csak kapom az e-mailt az IP management irodától, a Google-től, hogy hát bizony ezt levették és letiltották az alkalmazásomat, mert hogy ez bejegyzett védi egy az Egyesült Államokban, és hogy Irgun Burgun még egyszer ilyet csinálok, akkor aztán már vége 600, és így nézem, hogy mi az Isten van, és tényleg volt egy amerikai cég, nekem akkor körülbelül kettő vagy három éve már kín volt ez az alkalmazásom a marketen, és menet közben egy amerikai cég úgy döntött, hogy ez lesz az egyik terméküknek a neve, és levédették, és ők szúrták ki, és följelentették. Tehát ez is senkit nem érdekelt, hogy igazándiból én már használtam azt a nevet három éve, amikor nekik eszükbe jutott, az, hogy mondjuk az Egyesült Államokon kívül is, nekem miközben az Egyesült Államok is szabályokhoz, tehát teljesen nagy baj, és akkor ráadásul ilyen nyakatekert baromságok, hogy változtassam át a, a, az alkalmazásom nevét, és, és, akkor tudom újra publikálni, de amíg le van tiltva, addig nem tudom átnevezni, és így teljes káosz. Na ez a dühítő benne, hogy, hogy előtte semmi megkeresés, vagy valami, hanem letöröljük, téged faszra húzunk, aztán majd utána klémet nyújthatsz be, és akkor pff, valami vagy lesz, vagy nem. Tehát fussál. Nem mer szarozni. A, a Google szerintem nem mer szarozni, tehát hogyha komplaint kap, akkor azonnal lecsap a behem, mert hogy nehogy őket perelje be valaki, hogy táptalajt ad ennek a dolognak, úgyhogy ők védik a seggüket, és azonnal veszedik a, a kérdéses tartalmat. Uh -huh. Jó, hát tőlem kért adatokat, meg anyám kínját, utca is gondolom, hogyha be akarnának mégis perelni, én meg rohadjatok, meg megadtam. Aztán pereljetek, hogyha olyan van. Úgyhogy ennyi történt. Na de akkor beszélgessünk kicsit hosszabban a Gőzlér híradóban a vépsóról. Beszélgessünk. Ó, oh je. Yeah. Na szóval, történt ez a 2016-os év június havának 11. napján, hogy útra kerekedtünk, és hajnalban össze a csapatot, és nyakunkba véve az országot áttekertünk Ausztriába. Ugye? Csak helyeselni lehet. Ausztriában Pont így történt. a beluga kaviár és a... És a szarvas Majdnem gesztenyét akartam mondani, és, és a szarvasgomba gomba ős hazájába, és egy roppant jó hangulatú út után megérkeztünk, megérkeztünk Bécsbe, a Marx Halléhoz, ahol, ahol mi négyen mentünk, ugye? Te, Kocsis Tomi és Bárány Miklós, plusz én a sofőr, úgyhogy őket ott kidobtuk, gyorsan elmentünk lepárkírozni a gépjárművet, majd visszacaplattunk, és betámadtuk a regisztrációs pultot, ahol átvettük a, a Presse 205 ös 206. -os. Presse 205 206-os sajtó igazolványt, vagy belépőt, vagy mi a szírszart, és már csaphattunk is bele a lecsóba, úgyhogy úgyhogy ö, bementünk, és egyből beheverettünk a <laughs> a a kaviárot, a VIP-ba lepakoltunk, és aztán, aztán megjelent ott, ö, valahogy látták, hogy velünk vannak, és, és ö, beengedték a, a Tomiékat is, és... Mert hogy a hétköznapi halandókat csak déltől engedték volna be, úgyhogy egy kicsit fájlaltuk is a fejünket, hogy mi, mi, mi bemegyünk tízkor Tomiék, mit fognak csinálni délig, de beengedték őket korábban. Igen. És, és, a, a, és... A ródokat. Annyi volt még ugye a jóság a dologban, hogy mikor már mi bent szaplattunk, meg, meg málháztunk befelé, akkor utánunk szaladt az egyik srác a regisztrációból, és még ez, ezeket a kis háti szütőket utánunk hozta, hogy nekünk még jár ilyen is, úgyhogy kaptunk egószettet, kaptunk aromákat, mert ugye ez aroma volt ahogy én néztem. Né négy aroma, a két pici az, hogy hívják? A meg Heisenberg, az meg, Ha jól sejtem, az Heisenberg meg Pinkman, csak ez valami nem, más, más gyártónak nem, nem, a. Nem csak a színek. Hát én szagra is, én szagra is azt éreztem. Egyébként Ezt hogy hívják, kérlek szépen. Blue Secret az egyik. Jó, az oké, okay, Krisztián, de ízre ez ugyanaz. Igen. Uh -huh. Jó, hát én nem tudhatom. Lehet. Na szóval... Igen, Wiener, Blut és Blue Secret. Uh -huh. Úgyhogy bementünk, ö, aklimatizálódtunk, és elkezdtük körbejárni még az üres üres ö, kiállítási központot. Hát úgy volt üres, hogy még igazából vendégek nem voltak ott, de, de a kiállítók azok már pakoláztak és vedd át a szót, Krisztián, te, te is, te is hogy mi történt így az elején, hogy időrendben haladjunk. Ja, és akkor ott körbe mászkáltunk a, a, a kis tandó körül, Csináltunk gyorsan egy septiben egy interjút egy ö, ö, kis vállalkozásoknak szánt likvid keverő automatizált ö, szuper herkentyűvel, illetve hát a cég képviselőjével ott a herkentyű mellett, akiről kiderült, hogy az édesanyja egyébként magyar, és innen származtak el Ausztriába, úgyhogy ö, majdnem tökéletes De magyarsággal. Na, Ausztriába Krisztián Németország. Ő szerintem a srác, ő, ő, ő osztrák volt, ő úgy mondta, hogy Ausztriába mentek ki, aztán, hogy a, nem vagyok a, az autobiográfusuk, úgyhogy nem tudom, hogy a család Ausztriából aztán hova származott tovább. Minden esetre ő azt mondta, hogy a, az édesanyja, amikor Férhez ment, akkor Ausztriába mentek ki, erre határozottan emlékszem, de a cég, akit képviselt az maga, az, az valóban német, megmutogatta nekünk, hogy hogyan működik az a kis berendezés, amiben 96 féle aromát lehet betározni, és ha jól emlékszem, akkor 10 féle alaplevet, és, egy ilyen kis komputerizált felületen tudod beplittyentgetni magadnak, hogy ebből ennyit, ebből annyit, ilyen alappal, ilyen erősséggel, torodó, 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 és akkor a kis fecskendők, körbeszalad, kiszippant, bepippant, kinyomtatja egyből rá a matricát és meg minden, úgyhogy ilyen nagyon kis flottul működő kis likvid keverő mini berendezés volt a, a cuccos. tehát azt előre bocsájtom, tehát hogy nem kevert, hanem csak összerakta a receptúrát, és azt utána kézzel össze lehetett rázni. Ennyi szépség hibája volt a dolognak. Valóban. Ez egy kvázi XY gép volt, ami térben meg tudja keresni a az aromát, és adott mennyiséget tud felszippantani belőle. Nézegettem a, a prospektust, és ezek franchise-ban is működtetik ezt a, a rendszert. Sőt, ö, a, beszéltem én is velük, ö, ezt gyakorlatilag neten keresztül is meg tudott tenni. Tehát ö, van egy internetes felület, ott összeállítod a receptet, ott a gép az interneten keresztül beadott receptet elkészít, és ő, mit tudom én, az üzletbe bemész, vagy elpóstálza az üzlet. Ez most teljesen mindegy. Hát Magyarországon ez ugye <kül> kvázi a halott mennyasszony esete, de egyébként jó jó pofa dolog volt. Amúgy. Ja, 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 ja. Charlie? Nagyon, Charlie, tetszett, nekem, nagyon tudom, tetszett hogy... nekem egyébként a, a gép, ezt, ezt én ezt én inkább úgy, úgy láttam. Elférne az asztal alatt. Mindössze az a 26 ezer eurós ára zavart, bár hiába mondja. A Akciós kiállítás Ja, 23 is volt, igen, 23 volt akciósan. Még az is zavarna. tehát így a... Nem, tulajdonképpen az zavarna, hogyha hazahoznám, akkor keresztre feszítenének, hogy már megint valami lomot beraktam a szobába. De én nem kérdezted meg őket cserlő, hogy van egy ilyen tök egyszerű gép, tudod, csak málnát kever hogy <laughs> oda mentem. Figyelj már, ez tök jó. De mi a faszomnak ennyi íz? Hát, meg, én ezt, én ezt megoldom neked egy x es kockába. Hármas alaplé, málna, csókolom. Hát, Hello, nem? Hát de, ugye? Na, 19. Szóval, én ezt <laughs> ezt úgy tudtam, nem tudtam, ezt úgy képzeltem el a fejemben, egy gyönyörű vintage boltot láttam magam előtt, ahol ahol a a, az eladó térben ott van egy ilyen kis ö, kütyű, a, az eladó felé fordítva a, az ablak, meg laptop, meg minden szírszar és akkor ha bemegy a a vevő, és azt mondja, hogy én kérek egy ilyet, akkor ő ezt megcsinálja. Körülbelül mondta a srác és a videó, és Krisztián, ez az, amit lehet, hogy nem tettem ki videót, bár meg van vágva az anyag, remélem ez no, 15 perc jelző, alatti. Tényleg. Ezt majd akkor kifogom tenni hogy, hogy megmondja, hogy mit kérsz, egy perc alatt megcsinál egy ilyen 10 millis kis cuccmákot, és az a jó pofa, ugye azt beszéltük a, a srácszal, hogy ez nem azt csinálja, hogy mit tudom is én, málna, fölszívja, bele, kinyomja, következő, fölszívja, bele, kinyomja, hanem van egy baromi nagy, kvázi baromi nagy fecskendő, és akkor belemegy, málna, fölszívja, aztán következő íz, vagy aroma, belemegy, felszívja. Ugye olyan membránok vannak ott ezeken a kis fiolákon, hogy, hogy a külsejét a tűnek azt lehúzza, mikor befeletolja, és hogy a tűben levő anyag ne keveredjen a fiolában levővel, ezért mikor kihúzza a fiolából, még annyi levegőt beszív, hogy a, a tűből felszívja a likvidet, és akkor itt szépen mondjuk 3-4 ízen végig megy, mindegyikből felszívja annyit, amennyi kell, majd rámegy a, a, az alaplevekre, nikotinosból, amilyen szint kell, vagy nikotinmentes, azt is fölszívja. Megvan az egész a tűben, oda megy az üres flakon fölé, az összeset belenyomja, majd visszamegy a kiindulási pozícióba, ott van egy dedikált tége, ahol így folyamatosan cserélődik a, a víz, a tisztító folyadék, és akkor azon így a pumpával így kétszer-háromszor föllemozgatja a a fecskendőben a dugattyút, kimossa a belsejét, vissza a ala alapállásba, és csókolom. Ő kiveszi a fiolát kézzel, ott van az a gép, ami már egy előre ö, címkézett sablon etiket van benne, tehát mit tudom is én, valami céglogó vagy anyám kínja, te még amit akarsz szöveget ráír, leszedi, fiolára rárakja, és kézbe adja, és ezt egy, egy, ezt egy, ilyen kis, kis elmélkedős webshopos sarokba kurva jól el tudtam volna képzelni. Ha lenne ilyen lehetőség Magyarországon, és nem ilyen balfasz szabályozás lenne. De nem ez hát van. Igen. Nekem is meglódította a fantáziámat, én egy dripper bárba gondolkodtam, ahol ilyen kis kerekasztalok. Ilyen bár székekkel ráülhettek, és az asztallabba be van építve egy ilyen kis érintőképernyős felület, ahol be tudod nyomkodni magadnak, hogy te vagy a négyes asztal, nyilván ezt nem nyomkodott be, hanem tudja magától a rendszer, bebökött, hogy úgy hm, drippelnék egy lájmos mangó bombát megnyomod a gombot, és egy perc múlva hozza a kis pincér, a kis fioládat, hogy parancsolj tessék, és akkor ott elgőzölgetsz, nézel valamik is hogy hívják ott, mit tudom én, véptrük videókat, tehát egy ilyen típusú, és akkor kérsz utána egy másikat, stb. És ha valamelyik meg tetszik, akkor meg azt mondod, hogy ó, szuper, akkor még elmenetelkor csapjanak hozzá egy 30 millit abból, mert az milyen jó volt. Mellette mondjuk olyan sörcsap, mint a Gosduban, hogy, hogy saját magadnak csapolod a sört, és azt is hozzáadja a fogyasztásodhoz, és akkor ez, ez egy ilyen nagyon komplex szolgáltatás lenne. Egyébként, ö, hogyha az áron döbbenünk le, akkor azt tegyük hozzá, hogy ez nem csak a gépnek az ára volt, hanem ebben még pff, nem tudom hány ezer ö, tíz fiola volt, meg... Négy ezer. fiola, meg alapléből rahedli, meg aromákból kurvasok, tehát... Ö, ez, ez egy olyan készlet volt, amit ha így megveszel, akkor te már a beüzemelés után, abban a pillanatban ott, azzal a mennyiséggel is termelni tudsz. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. Ha nem a... Magyarországon élsz. Igen, 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 igen. Ha nem, igen. Ha Egyébként ha az nem volt a túloldalra születsz. Az volt a fura, hogy nem csak a srác beszélt magyarul, hanem volt mellette egy. Egy másik ö, lány is, aki, aki szintén, besz sőt, ő jobban is beszélt magyarul, ő nem is ö, nagyon törte az erbetűt, csak ő meg technikailag nem ö, nagyon vágta a dolgot, és ezért, ezért inkább a, a srác magyarázat nekünk. Úgyhogy ö, tökre, tökre. Ja tudom, miért nem raktam ki még a videót, mert írtam neked, hogy küld már át a gyereknek a nevét, mert akkor azt beleraktam volna. André. A, tá, igen, André micsoda. André, micsoda? A névjegykártyáján rajta volt egyébként. Ő rajta volt, csak én rosszul emlékeztem, meg, meg van a névjegykártyája. Jó, hát Akkor én meg levelezek. Meg is, is írtam, hogy Charlie. Mindjárt, mindjárt megmondom a nevét neked, hogyha... Küld át, a... mert jó lesz az, ha... Meg is mér. írtam, Charlie. Aha. csak azt is írtam, hogy úgy emlékszem, hogy az nem az, ő neve volt, de a névmemóriám az mindig katasztrofálisan szar volt, úgyhogy... Jó, átküldöm. Ja, úgyhogy ez volt, és, és ami nagyon vicces volt, hogy mikor itt csináltuk a, a reportot, interjút ki, hogy akarja nevezni, akkor utána mondták nekem a bárány Mikijék, hogy voltak ott más fotósok, akik nem a nem a terméket, meg nem a pultot, meg nem a kiállítót fotózták, hanem azt fotózták, hogy mi hogy készítjük a, az interjút, mert odavonultunk a nagy állvány, nagy fényképezőgép, nagy kamera, meg az mikrofon, anyám. Igen, 20 igen, méter, igen. kábel, minden. Igen, mert Kocsis Tominak mondtuk, hogy hozzá kábelt, milyen hosszú, hát mondom, hát egy olyan 3-5 méter hosszú készült, hozott egy 15 méteres kábelt. Zseniális volt. Úgyhogy Ezután, ezután mi volt? Jártunk még körbe-körbe, akkor megtaláltam Borisnak... El akartuk csípni a Vapor Giant-et. Igen, a Vapor Giant-et el akartuk csípni, de, de nem volt ember, aki angolul beszélt volna, csak később, de később meg már nekünk nem volt jó. És aztán, aztán találkoztunk a, ugye a Vampire Vép nél készítettem azt a fényképet a Heisenberg, meg a Pinkman, az a hatalmas nagy üveg, amit val te magyaráztad el, hogy miért azt írták a kommentbe, amit írtak. Olyan gyanús volt, hogy sokan belájkolták azt a kommentet, és mit írtad ott? Háp és manapoti, igen. <laughs> igen, mert hogy az egyik egy hatalmas nagy pirosas rózsaszínes, piros kübli. a másik meg egy kék volt a kezemben úgyhogy az is nagyon jó pofa volt. De milyen gyönyörű igényesen le volt plombálva viasszal, hasonló színű viasszal, nagyon kis kulturáltan nézett ki. Igen. Aztán mi volt még? Volt ott ez a dump bar nevezetű hely, ami... Én ott sz lehidaltam. Szerintem az a legnagyobb ö, ö, kiállító stand volt az egészen, de ha jól meggondoljuk végül is, ö, érthető is a dolog, mert hisz Mondjuk a sarokban ott volt a dikódesz, akik, amit láttál is a végén, hogy vettem valamit, az az onnan átvitték a dump barba, és akkor ott kellett fizetni, mert ott volt kassza, gondolom, és akkor ők majd ott egymás között utólag lerendezik. De hogy azok a, a azok a standek, vagy mi az anyámok, mondjad már. Az kész. A kóstoló a konzolok? kóstoló kóstoló konzol, izlegessük a szót, kóstoló konzol. Mire gondol a magyar, mikor, Na, ez se lesz nálunk. mikor kóstoló konzolra gondol, akkor azt gondolja, hogy van egy konzol, amiben be van rakva 10-15 egó rajta a Helix fejjel. Krisztián. És gumibugyiban. Gumibugyiban. A, a szopókája. És itt ö, milyen kazánok voltak benne, Krisztián? tízesével volt összeszerelve, egy sorba tíz Typhoon gt 2 Én így kettőt pislogtam, mert nem akartam eljönni, hogy mit látok, és egy asztalon ebből kettő egymás mellett, és aztán szembe asztalon még kettő, tehát ott kapásból a várba volt 40 Typhoon GT2. Összeszámoltam, Krisztián, 70 volt összesen. Te 70-et? 70 darab egészen GT2, egészen. 2, és ö, nagyon nagyon ötletes volt a megoldása, hogy ott volt a végén mindegyiknek valami valamilyen ilyen nagyon nem el ö, lopható, el csak dripper, de de ilyen ilyen pengeszerű ö, ezek a leddel megvilágított színes ö, ö, plexi, plexi panelek. Ülen. És ugye ott volt, hogy én meg is örültem egy picit, hogy láttam, hogy smoker store, hogy nem mondom lehet venni, de nem sajnos ezek meg voltak világítva, ezzel a zöld fényjel az összes, és mindegyiknél volt a kazán alatt egy gomb, és ott volt, hogy ez, az, amaz. Megnyomtad a gombot, és hát a plexi miatt nem tudtad a szádba venni a drippert, de hát nem is lett volna jó, hiszen ott millió ember kóstolgatta, hanem a kazán tér, ahol a levegő megy be, az már nem látszott, ott a kompresszor azt a amelyik gombot megnyomta az ember, oda a levegőt elkezdte tolni, két-három másodperc múlva jött ki a dripperen a gőz, te csak oda tartottad a szádat, és így szívtad be. Elszívtad a hát, gőzt. kurva jó volt. Mondjuk hát ez ö, inkább tehát így, így nem tudom, hogy hogy lehet igazából kóstolgatni, mert ez a, ez a szájból tüdőre feelinget így nem nagyon ö, lehet megtapasztalni, de a magát, az ízt, meg lehetett kóstolgatni, így is kurva jó volt szerintem az ötlet is. Nagyon ötletes. Higiénikus volt, hát meg mennyire jól nézett ki, mert csináltam olyan képet, pont a, meg a videóban is látszik, ami fönt van a vimeón nem a Youtube-on, hogy pont a kocsistomi kóstolta, és az egész, az ember arcát megvilágítja ez a zöld plexi, és még a gőz is, és az is zöldben nagyon-nagyon jól nézett ki, hangulatos volt, és aztán már csak mentél tovább, hogy akkor én egy olyat kérek szépen. Mert ugye mindegyik fel volt címkéze. Azt próbáltuk, hogy két gombot egyszerre nyomunk meg, és akkor milyen lenne keverve, de volt annyira okos a gép, hogy azt, azt nem engedte. Úgyhogy ez volt még, ami nagyon tetszett. Mi volt még? Mi volt még? A, láttátok azt a hatalmas nagy ö, ö, karika dobot az egyik színpad vagy kiállítási stand tetején? Én arról élőben teljesen lemaradtam, csak meséltem. Én, én is, én, én a Charlie valamelyik fotóján vettem észre, hogy ott van egy ilyen karika fújógép, de az ötletes egyébként szerintem, azt simán meg lehet csinálni. Hát azt gyakorlatilag te is meg tudod otthon csinálni, mert ha egy nagy doboz ez most ilyen how to otthonra egy, veszel egy nagyon nagy dobozt, az egyik oldalára egy szabályos kör alakot vágsz, és telefújott gőzzel, és hogyha a dobozt valahonnan megütöd, akkor ugye hirtelen a levegő távozik, és úgy bum kifúj egy karikát. Na ez egy ez egy hosszú üst dob volt, aminek az egyik végén ki volt vágva, és a másik oldalán ö, volt egy egy ö, olyan gumipókszerű valami, mint ami a kocsiknak a tetejére, mikor rögzíted a csomagot, és azzal így bam, bam, bam dobo, ö, dobolt az üsdob másik végén, és ez ilyen 5-10-15 méterre köpte ki a karikákat. Valami betáplálása volt neki, ahova folyamatosan ment a gőz, tehát nem, nem, ők fújták ott be a kazán a, a, gőzt, és ott forgatgatták jobbra-balra, és mint egy ilyen hang ágyúval lődözték mindenfele a karikákat, az, az kurva jól nézett ki. Ja, és akkor ott volt még, Németországból volt ott valami Cloud Chaser csapat, ahol ugye volt egy fal jobbra-balra beosztva 10 centinként a, a falon a, a mérőszalag, és, és, ott lehetett uh, a színpadon uh, a Cloud Chaser versen ja, versenyen játszani, és igen, a ahol, stártyát. ahol Krisztián megmutatta nekik, mi a magyar virtus, Szerintem volt öt, Szerintem volt 50 centi is, de de azt mondják a többiek, hogy inkább csak olyan 40-45. <laughs> odaállt Krisztián, és mutasd meg nekik, mutasd meg nekik. És volt egy másik kis hülye gyerek, az meg tényleg azt hitt, hogy Krisztián valamit akar, és odaállt neki háttal, hogy ő a másik irányba fúj. És Krisztián így szívja, szívja, mondom Krisztián, ne égessé, már fújt ki, fújt ki. És akkor jó, jó, még szívom, még szívom. És egy ilyen 5-10 másodperc után fúj egyet, és, és így eltűnik a pamacs, és a német gyerekek így nem tudták mire vélni. Kacsaktak egy hangosat, de... Köptem egy köbméter ködöt az összes 13 wattom segítségével. Igen, igen, és akkor utána, ja tényleg utána még föl is tekerted, hogy megtudják, hogy mi a magyarok isten és utána 15 wattom pirítottál nekik. Jó pofa móka volt. Jó, hogy nem ez lett a magyar-osztrák meccs végeredmény, amit olé, Ne fociz, ne fociz. És uh, aztán mi volt még ott, ami, amit, amit hirtelen így kihagytunk? Ott megálltunk még a, a, a gyakorló trükköző srácoknál U, hát azt egy körre, az egy körre, mert ott és akkor ott kiállt hadonászni a, a gyerkőc. Mit kóstolgattak? El előjáték volt a Ja, a tudom, 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 tudom. A, a, az a színes inges gyerek ott. A, igen, igen. Azt hittem, hogy a, az a trükk sátornál, de nem, igen. Ja, ott ott még egy egy picit kóstolgattunk. Aztán ugye ott volt még ez a ez a trükk szoba, ahol, ahol ők le, lekerítettek maguknak egy ilyen, mekkora egy ilyen sátor, 5 négyzetméternyi, vagy 10 négyzetméternyi rész, és akkor kék fények, gyönyörűen megcsinálva az egész, és egyfolytában egész nap, egész nap volt ott négy-öt srác, aki fújta a karikákat, a dupla karikákat, a medúzákat, az anyám kínját. A videóban Ez is egy látszik Ez egy ilyen szélvédett egyébként... sátor volt, hogy ne, igen. ne zavarjon be nekik a légmozgás. Igen, tehát a videóban is látszik, ami fönn van a YouTube-on, helyett a vimeo hogy hogy... Miféle érdekes dolgokat tudtak ott csinálni, én nem próbáltam meg ott, pedig aztán ott lett volna szélcsend, de hát. Na mindegy. Ö, ja, igen, ott a véptrükkös gyereknél, mikor valamelyiknek mondtam, hogy akkor, akkor nem is a véptrükkösnél, hanem a Chasernél, mikor mondtam nekik, hogy akkor most mutasd meg, hogy ti meddig tudjátok elfújni. És akkor a kezébe volt valami, pff, valami duplakus. És ó, nem, ez, ez nem elég, hozok egy másikat, egy nagyobbat. Odahozott egy akkora boxmodot, hogy a kezébe alig fért el abban minimum 6 akkumulátor volt, az egy, az egy, Árja, most a szélességre nézem, az egy olyan jó 8-10 centis is volt, vastagságra inkább 4, a, a hossza az meg valahol 10-15 centi környékén, belefolyadtak egy, egy laza, mit tudom is én, hát egy pipettányit így belefostak, és akkor mondta, jaj, jaj, ez nikotinos, akkor fújja a másik srác, Megfújta, de hát ő se volt ő, sokkal több, tehát nem fújta két-három méterre. De, de hát helyre kellett hoznunk így a foci meccs előtt a, az önbizalmukat nekik is, hogy hogy jobbak vagytok nálunk. Vagyis hát legalább Krisztiánnál, aki a 45 centével beállította a hazai rekordnak számító kifújtávolabbra verseny, de ott nem volt elég. Aztán mi volt még? Aztán ott voltak ugye a színpadi programok, amiket nagyon nem vágtunk, mert mert inkább német nyelven volt kiírva is, meg kommunikálva is. <coughs> Viszont. Aztán ki akartak elbrudalni minket a VIP-ból. Igen, igen, és hál' Istennek nálam volt a telefon, mert mondta a gyerek, hogy hiába volt rajtam az a, az a nyakbalógó pasz, hogy, hogy, hogy sajtó. hogy Ide nem lehet a VIP-ban nem lehet, itt nem. De mondom, de lehet, hát karszalang, így leveleztük karszalang, le. Korszolok, korszolok. Mondom, várjál, nem karszalagot mutatok, e-mailt, és akkor megmutattam neki a csajnak a levelét, amit leleveleztem, hogy mindenhova mehetünk. Ő, ő ezt megérti, de akkor se lehet. Jó, és akkor utána te elmentél a, azért a, a csajért, aki mm, beengedett minket. Igen. És És akkor ő odajött, lekommunikálta az egészet, és, és elintézte, hogy akkor a természetesen félreértés volt, és maradhatunk a beluga a és. A szarvasgomba ős hazájában, a VIP váróban. <coughs> Ami egyébként nagyon jó volt, mert... mert nem is a... ettetek se beluga kaviárt, se szarvasgombát. Azt a az baj tudod. Az a baj, hogy mert nem láttak. Mert, mert az arról volt szó, hogy megdobáltok. Nem dobáltuk. Nem, az a baj, figyelj, elkezdtünk dobálni, csak olyan messze voltunk tőled, hogy nem tudtunk odáig eldobni a szarvasgombával. Gondolhatod, milyen messze voltunk. Egyébként ott a... a ott volt egy, egy másik ajtó, ami átvezetett egy másik csendesebb helyre. Na, ott volt a kaja, de nagyon kulturáltan. Tehát ott ki voltak ezek a étel melegen tartó, tudod, ez a, amit alul valami kis borszeszégűvel melegen tartják a kaját, olyanokba voltak kipakolva ételek, volt ott almáspite, volt szarvasgombával megszorva, volt ott káposztás cvekedli, szarvasgombával megszorva, Belug a kaviár, szarvasgombába megszorva, és... Bécsi szelet. Bécsi szelet, belug a kaviár. <laughs> Igen, azt úgy csináltuk például, azt kivittük az ajtóig, csak te pont akkor háttal volt, hogy így a Bécsi szeleten volt a kaviár, és azt így elkezdtük itt pöckölgetni feléd, de nem, nem ment el sajnos odáig. Hát meg későn kapcsoltunk, hogy mi készültünk ott mújóval, hogy, hogy vittünk vizet, meg, meg én vittem ice meg az anyám kínját, azt cipegettük a baromi nehéz cuccokat, az közben meg ott volt bent a, a, az ingyen üdítő, ingyen sör, ingyen pesgő, ingyen anyám kínja, ingyen kávé. Aztán voltam olyan úriember, hogy Krisztiánnak főztem egy kávét, és oda vittem. Igen, <laughs> Úgyhogy igen. jó pofa volt ott bent. Ö, ja, és még akkor a Dampf még kaptunk vizet is. Milyen rendesek voltak, hogy adtak nekünk? Mert megkérdezte a gyerek, nagyon tetszett neki, hogy, hogy mivel kamerázó, mivel kamerázó. És akkor mutattam neki, leírta, hogy ez pontosan micsoda, és akkor de gyere, akkor adok nektek inni adott három vizet, és akkor elég lesz? Nem, négyen vagyunk. Ja, jó, akkor adok még, adok még. Úgyhogy úgy, ez volt. És, 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 és aztán a nagy pihenésben Krisztián uh, kiszúrta, hogy uh, ott van bizony Éron Bíbert. Nem az, nem volt. Charlie, az nem az, nem tudom, háttal van, nem, nem. Menjél oda. Te, hogy megyek, nem megyek. Krisztián, mennyi Nem is így una. volt, nem is így volt. Na, hogy volt szerinted? Mesélj, hogy volt? ez úgy volt, hogy ott sertepertéltél nekem, hogy figyelj, figyelj, meg, megismered arcol, megismered arcol. Hát mondom, figyelj, néztem pár fotót, de hát élőben még soha nem találkoztunk, úgyhogy nem tudom. Úgyhogy szerintem szóval te és valamit éppen vettél föl ezt, azt, jobbra-balra, és akkor bejött Aaron a feleségével, illetve először a kis kísérőjével, és így gyanús volt nekem, hogy nagyon-nagyon kedvesen bánnak vele, meg külön kis kísérője van, meg ilyenek, és aztán akkor megjött ugye a neje is, és akkor értél a te, és mondtam neked, hogy szerintem ő lesz az, mert hasonlít, és, és, és gyanúsan nagyon körülrajongják. És akkor jött az, hogy na, indulás, menj oda, kérdez. Á, nem, Charlie, de mert á, tudod, lehet, hogy zavarnék meg, ott ülnek, beszélgetnek, menj oda, kérdez. És akkor oda mentél, nagyon helyesen belekokettáltál a beszélgetésükbe, of course, of course. Ö, jöttek, és aztán gyorsan összedobáltunk ott, ott mindent, és életed egyik, hanem a legjobb interjúját elkészítetted, csak a film címét vasztad el elsőre, de amit javítottál utána, és elmondhatjuk, hogy előbb feltetted azokat a kérdéseket, amit a színpadon még egyszer föltettek, de már csak másodikok lehettek ezzel a sorban. Igen, szegény filmúdot beelőztük. <laughs> Ö, jó volt nagyon egyébként, attól függetlenül, hogy még ilyen szinten nem dolgoztunk sosem együtt, de, de nagyon jó volt. Ö, hozzáteszem, az első gyereknél egy picit ö, ott voltam bajba, hogy oldalt álltál, ő a kamerának magyarázott, és akkor így mutogattam az egyszer, talán bele is látszik, hogy ott a, a vállat fölött így mutattam, hogy ide, ide, ide beszélj, ide beszélj neki, <há> és akkor így nem tudta, hogy hova, hova, na aztán utána két perc után az már helyre rázódott. Ö, itt ilyen gond nem volt, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon jó és informatív lett, és aztán így finoman, finoman így bedobtad, így tök szerényen, hogy találkozunk jövő héten Varsóban. <laughs> jó volt. Hát meg kell, meg kell alapozni a holnapot valahogy. És csak annyit mondasz, hogy Hello, Éron, Tudod, én vagyok Christian Bécsből. Ah, dear Christian! How jó. Ja, Úgyhogy ö, azzal is megvoltunk, mégsem volt este, és akkor utána, utána jött a nagy interjú vele a, és Jenniferrel a színpadon, azt is rögzítettük, az is föl lett téve, ö, mind a kettőt természetesen te transzkriptelted, és ö, az is jó volt, láthattuk az első hat percet, és ezáltal az összes hallgató, néző, feliratkozó is láthatta az első hat percet, aki megtekintette a videónkat. De szerencsére ez a hat perc semmit nem mond el a filmből, mert amikor elkezdett volna elmondani, ott lekeverték. Igen, igen, tehát ebbe benne van a főcím, meg minden, és akkor szépen fölvezetődik, és amikor kezdene érdekessé válni, akkor így ennyi lett volna. Azt tegyük hozzá, hogy minden esetben, hát nem minden esetben, hanem a hang az mindenhol kurva jó volt, de itt a, a nagy színpadosnál azért volt olyan kurva jó a hang, mert a, a hangmérnökökkel körülbelül egy perc alatt sikerült lebeszélni a dolgot, hogy nekünk van egy ilyen kütyünk, ezt mikor lesz a színpadon, akkor szeretnénk használni erre. Ó, oh, persze, természetesen hozzad. Oda vittem, még vittem kábelt is. Nem, 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 hagyjad csak a kábel, azt majd mi adjuk. Rádukta, bedugta, bekapcsoltam, Cicapipa, cicapipa, és működött. Tehát ennyibe ö, került körülbelül beállítani a, a motyót, úgyhogy azért ö, lett olyan kurva jó mindenhol a hang. Ö, és röviden ennyi. Utána még összefutottunk, ugye, ö, hát nem utána, közben összefutottunk Fifi ékkal Osziékkal. Oszi, hát Osziékkal akkor futottunk össze, mikor utána... Uh, ott lézenktünk a sorok között a, igen, a színpadi igen. sorok között és akkor ránk köszöntek uh, ja és utána elkészült az a gyönyörű csoportkép rólunk Krisztián mennyi oda mennyi oda elfelejtettünk csoportképet tehogy megyek oda ne nem megyek oda majd Varsó... De Varsóba én ott nem leszek most lesz csoport nem megyek oda ne. akkor majd én oda megyek és akkor oda mentünk és nem is tudom ki volt az az idősödő hölgy de még akkor senki nem volt ott. És mondom, hogy jó, akkor álljunk, várjunk egy picit, az idős nőink befejezi, hát komoly sor kezdett fél berc, mögöttünk. És úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy mire az idős hölgy befejezte, addigra körülbelül 80 10 álltak mögöttünk, az én telefonom már kb. 10 perc egy másik ember kezébe volt, hogyha végre odaérünk, akkor nagyon Csoportkép. rendes, volt szorgalmasan bökötte a képernyőt, Igen, hogy ne le. Hát annyi volt, hogy én előtte odahajoltam Jenniferhez, hogy elnézést, elfelejtettük egy csoportképet, csinálták, persze, 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 de ezt se vette észre az öreg lány. Tehát ő fesznyomta a hülyeségeit. Nem én is figyeltem, mert már idegben voltam. És akkor végre befejezte, akkor mondtam... És akkor a... az almás pitére úgy szoktam ráraszolni. A... 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 Aranyos volt, de olyan volt, mint a mint a nyugdíjas a házi orvosnál. Igen, Tehát igen. Mondta, igen, mondta, igen, igen. mondta. Úgyhogy még gyorsan Éronnak is azért mondtam, hogy hát jó, hogy Jennifer tudja, hogy mit akartunk, de hát én mellé akarok állni, már hogy úgy jön ki a lépés, hogy Krisztián akar csajozni, akkor mondom, legyél egy Jennifer oldalán, és akkor megcsináltuk a közös képet, nagyon boldog volt mindenki. Krisztián mondta, hogy igen, akkor ez most már rájött, hogy ez tényleg jó volt így, úgyhogy már van közös képünk is, figyelj, nem csinálsz egy ilyen pólót! És úgy mennél ki Varsóba, és így mutatnád, mutatnád Éronnak. Látod, látod, mi már találkoztunk. Azért igen, ezt ott is mondtam, hogy a, a, a stalkerkodásnak is megvannak a határai <laughs> Illetve Éronék Varsóba már távoltartási végzéssel érkeznek. Olyan lennél, mint a, a Spock kapitány, és mondjad már, hogy hívják a, a Big Bangből, a Sheldon igen. Mindenki Igen. távoltartási végzése van. <kül> Na szóval tulajdonképp az érdemi része az első napnak az, az itt be is fejeződött részünkről, és azt a fifika még ott húzta is a száját, hogy Ez, szar, menjünk a frontba, szar. Még? Ezért egy... nem kapott egyébként szarvas gombát, és belúg a kaviát, mert mi már pont megindultunk, <kül> csak meghallgottuk, majd hogy fikázva de és nem szeretük volna, hogy kognitív diszonanciába keveredjél itt, hogy de utálok itt lenni, ez egy szar, de ez a szarvas gomba. Igen. <laughs> Ami, amit kicsit bánok, hogy ott, amikor ben voltunk a rezervált részben, akkor oda egy figura, egy ilyen öltönyös figura, és kérdezte, hogy láttam-e már e imeót. Hát mondom, tehát holnap lesz e imeó, nincsen e imeó Nem, 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 mondták, hogy itt van már, itt van már, és, és ő valaki ilyenek, és hogy összekéne kéne futniuk beszélni előtt. Ó, mondom, ez zseniális. Tanaszisz mesterrel találkozunk, Úgyhogy utána őt is szkenneltem, hogy hol van, de sajnos nem láttam, pedig az is, az is megért volna egy misét. Úgyhogy... Na hát tőle neked kellett volna kérdezned, mert én abszolút nem vagyok képben a munkásságával. Igen, igen, de hát már ennyit megért volna, hogy, hogy tudok vele találkozni, de aztán aztán valahogy mégis elkerültük egymást, úgyhogy ami még a programból nekem hátra volt, én körülbelül mentem... Ö, két kört a, az objektumban, egyet a kisebbik objektívvel, egyet a nagyobbik objektívvel, meg még mentem egy harmadikat a videokamerával, vágóképek, izéhozé, trükkmesterek, és, és utána, utána szerintem cuccoltunk és, és jöttünk is. Tehát valamikor, nem is tudom, négy óra környékén, vagy, Fél ötkor öt valahogy így indultunk. Valamikor négy után köztünk el cihelődnégen. Elfáradtunk, az az igazság, hogy Charlie nagyon merészen noszogatott napokig előtte, hogy menjünk két napra, menjünk két napra, menjünk két napra. De hogy így a hajnali keléssel, az utazással, meg ott a talpalással, körbe-körbe, igazából baromira elfáradtunk négyre. Még úgy is, milyen, hogy ott, milyen ott... hajnalba keltetek? Hát én mondjuk hát, fél éjszakára. Hát ki? Igen. Jó, de mikor indultatok? Hatkor. Fél hét? Mondom, hatkor. Hat de Jó. azt tegyük hozzá, hogy, hogy nagyon sokat segített nekünk az, hogy ott volt két hűriksánk, mert amikor kipakoltunk, akkor ugye egy táska, meg még egy táska, és közben meg felvétel, és közben figyelni a cuccokra is, de az egyik táska fixen Váránymikin volt, a másik táska fixen a Kocsistamin volt, és akkor ők jöttek utánunk, kutyagoltak és segítettek, tehát ezúton is köszönjük nekik, vagy köszönöm Igen, nekik a, a segítséget. Mondjuk cserébe kaptak így vizet tudod, onnan. Mondjuk ebből a, ebből a Bárány Miklósnak külön, mert szegény ott állt, és akkor mióta állt, hogy ezt mondom, ú, ennék egy hamburgert, és mondta a Miklós, oda menjetek hamburgert enni, ott nagyon jó hamburger van. És akkor a szegény egymaga állt ott, vagy 40 percet biztos kívül a, a kordonon kívül vigyázott a cuccaitokra, és mikor mi visszaértünk utána, értetek oda. Ja, is. az, a, amikor a izé volt... A amikor Fifika megígérte, hogy vigyázott a és eltűnt. Igen. igen. de hát a Miklós, Miklós, mondta, hogy menjünk nyugodtan hamburgert enni, ő ott marad. Én, én olyan kényelmetlenül éreztem magam ott benne a vip bati meg a szalag túloldalán, tehát hát nagyon szar volt Nagyon szar. Egy, egyrészt szarul néztetek ki. Ott a, <laughs> Szarul is. Nagy, szarul is néztetek ki ott a nagy fehér fotelekbe. <laughs> Másrészt nem tudom, tehát én mindegy az első percben tudod így, már nekem ott a sorbálás az, az borzasztó volt ott, hogy elmész Bécsig, beállsz jegyet venni, és mondják, hogy szori, várjunk már egy kicsit, mert nincs apró a kasszába. Érted? Tehát úgy készülnek egy kiállításra, hogy nincs apró a kasszába. Tehát ne, nem de is de tudom, hogy hogy gondolják. A élelmesebbek megvették online. De, hát jó, oké, okay. én is próbáltam, csak a, a román bankszámlámról az SMS, az arra az időre nem ért sose vissza, amíg a tranzakció nyitva volt. Na mindegy. Ö, megvettük a, a jegyet nagy nehezen, megvártuk, amíg a kislány odaér a, az apró pénzzel, ö, bementünk, és, és tudod, ne, nekem ez egy akkora, nem is tudom milyen mellbevágás volt, hogy egy büdös nagy helyen kurva kevés. Ö, ö, Kiállító, és ilyen hihetetlen, vegyes képet mutatott. Tehát egy ilyen, nekem olyan volt, mint egy véper búcsú, ezt így el is neveztem magamba, hogy ez olyan, mint egy véper búcsú. <coughs> Hiányoztak gyártók, kimondottan tényleg csak forgalmazók, illetve hát kvázi boltok voltak kint <coughs> egy-két aroma, illetve túlnyomó részt likvides standok voltak, és nagyon-nagyon ilyen kicsit ilyen bazári jellege volt az egésznek. Nekem hiányzott az a fajta szakmaiság, vagy, vagy profizmus. Tehát standokból is volt profi, volt olyan, hogy mit tudom is, én a karácsonyi vásárban is valószínűleg ugyanilyen körítéssel lehetne árulni. Volt egy darab angol úriember, azt nem tudom, megfigyeltétek -e, aki ilyen Made in England likvidekkel ült egy darab széken, két állványjal és, és tehát full le volt veszve szerencsétlen, tehát ember nem állt meg a, a pultja előtt. <kül> szóval mondom, nekem, nekem ez egy picit ilyen, ilyen ilyen kusza volt az egész vépsónak a kép. Aztán, amikor hazajöttem, így gondolkoztam rajta, hogy, hogy, hát végül is ez nem egy szakmai, vagy nem egy szakkiállítás volt, hanem ez tényleg egy ilyen, ilyen vépsó. Na, hát... Mint ahogy a neve is mutatta. Igen, igen. Tehát valószínűleg, hogy az, az én elvárásaim voltak picit túlzóak. Nem, ö... azt máshogy fogalmaz, nem az elvárásaid volt, nem túlzóak voltak, hanem, hanem más volt az elvárásod. Hát igen, más, más volt. Tehát a... nem szar volt, hanem a... más volt. A... az elvárásom, és ott Krisztián, ott beszélgettünk is, hogy hát ez így kezdetnek még jó is, csak hogy ugye itt van ez a kurva TPD, és hogyha ha itt egész Európába bevezetik, akkor gyakorlatilag itt a likvid kínálat a, a csomagolás, ez le fog szűkülni erre a ml-es uh, kiszerelésre, és nem lesz ilyen fél literes uh, eperlekvár, meg, meg uh, eperlekvár pirítóssal, meg nem tudom én milyen. Uh, az, uh, az ilyen finom. Oh, ha, ha, ha. Nem tudom, Krisztián, én, én marhára nem voltam. Charlie, nem tudom, neked én mi se, volt róla én se. a És Ezt a pirítósot nem, nem kóstoltam csak a másikat, de hát 12 egy tucat volt. Én mióta az jöttem, jött Meg is érdemled. Ez téged minősít. Na, de hogy visszatérjünk, mondjad, Fifika? Szóval nekem, nekem ez, ez volt az első körös ilyen benyomásom, és hogy gyakorlatilag egy óra alatt tényleg mindenem végig lehetett menni, mint mindenhol megálltál, nézelőtté. Ami ö, furcsa volt a számomra az az, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez egy vépsó és hogy igazából a, a vásárlásra hajtottak rá. Ö, nem voltak akciók, tehát hogy. Na, most Ó, mesélek épp, akkor, nem mert nekem volt. Én, ö, ezt meg azt sokkal olcsóbban meg lehet venni. Egy halom helyen nem volt ár kitéve, illetve hát egy halom helyen meg olyan ár volt, hogy a, a hajadégnek állt tőle. <kül> Nyilván azok olyan készülékek voltak, vagy hát abba az árkategóriába, meg azokhoz a bérekhez, meg azokhoz igazított árak, de mondjuk ilyen Nyolc euróért a hamburgert, tehát hogy tudod, kik, hibátlan volt, tehát tényleg azt mondom, hogy életem egyik legjobb hamburgerét ettem ott a, a Vépson, de hogy így 8 eurót tud, és utána így elkezdesz gondolkozni, hogy bakker, itthon ebből jobb helyeken vagy rosszabb helyeken akár három hamburgert is tudtál volna. De nem olyan jót. Venni, de Na jó, de hát nyilván, nem, szabad, az nem szabad, nem szabad. Tehát, hogy elmész valahova, egy másik országba, ahol tök másak, a, másak a, az árak, a fi, tehát azt nem szabad az meg, hogy veszek egy hamburgert, az átszámolom forintra, az annyi lenne, hogy á, a legnagyobb fasság. Hát ezt, ezt mindig meg is mondták. Így nem szabad sem enni, sem vásárolni, sem elmenni más, máshova. Van egy keretet. Azt elköltöd, vagy nem költöd, tök mindegy. De egyébként ö, ezt inkább én úgy képzelném el a helyedben, mint egy mint egy hazai, ö, akár úgy, mint ami, ami vácon volt, hogy ö, van egy kis szakmai a színpadon, mellette vannak sátrak, ö, gőzölnek, na az ilyenhez összehasonlítva azért ez egy téridő ugrás. Összejönnek a haverok, elmennek együtt egy ilyenre, ahol a 6000 négyzetméter és ez a Hatalmas légtér, adja a lehetőséget, hogy három fújás után ne dögöljél meg a 86 féle likvid által kevert illatban, ö, mert hiszen még délután négykor is átláttunk egyik végéből a másikba, láttuk, hogy van egy kis köd, vagy valami, meg viccből mentek azok a mennyezeti ventilátorok, de hogy minek, azt nem tudom de de egész más volt ennek a, a, az értelme, ö, és adtak neki úgy értelmet, hogy ott voltak a színpadon ö, a számunkra, tehát engem sem vonzott, nem is néztem a, a Cloud Chaser bajnokságot, vagy nevezzük annak, vagy mit tudom is én, hogy hogy nevezzük, de, de azok a nagyobb standok, akik ott voltak, azok szépen képviseltették magukat, azt sem tudom alátámasztani neked, hogy nem voltak akciók, mert például a, a Dikodesznél is volt akció. És ö, úriember Akciós árakról... Volt a keverőgép is. Úriember árakról nem beszélt, de a keverőgépnél 3000 euró akció volt, az, az már majdnem 10%, sőt, több mint 10%. A, akkor a, a termékeknél is volt akció, ott a Dampfbárnál. Uh, tehát Szépen mondta is a Csávó, hogy hogy ez a, ez a Dikodesz, ennyi az, annyi lenne, de most mínusz 30 euró, és mondjuk 210 eurónál 30 euró az, azért az kellemes uh, kedvezmény azért. Úgyhogy ezt sem tudom én neked alátámasztani, hogy nem voltak akciók. Hát természetesen uh, 10 milli likvidre mi az anyám akciót adjon nem én sem hát, adnék mi mindent. Likvidet vettem én, azt azért visszaszámoltam, ugye ez 225 millis flakon volt, amit vettem. Várjál, és... várjál. Két, 125 Majd előszedek egy kalkulátort. Nem, és úgy, nem, nem, nem mert, úgy, nem, csak úgy, szá... így mondtad, hogy 225 millis. 225, 225 ml. igen. E, és az volt 50 euró, 50 osztva 50 nel ez 0,2 szorozva 320-szal mondjuk, 640 forintra jött ki millilitere, vagy 10 millie, millie 64 forint volt a, az Angliából odáig elvitt uh, likvidnek, úgyhogy teljesen baráti ár volt, az is szerintem tuti, hogy ez is valami akciós volt, mert nem létezik, hogy ilyen jó minőségű likvidet Nyugat-Európában ennyiért kapjál meg. Ami ami kicsit uh, nekem fura volt, vagy... vagy... Na, ez talán úgy nem tetszhetett, hogy hogy ö, német nyelvterület volt, és mégsem találko ö, találkoztam, hát direkt oda mentem, mert a Typhoon miatt ugye meg, megörültem, és akartam ö, venni megbízásból ájt, és ö, mikor megláttam a, azt a rengeteget, 70 darab Typhoon GT2-t, mondom, hú, de tök jó, mondtam a srácnak, hogy, hogy van-e? Nincs, de van RX200, hát ez tök jó, ki a fasznak kell és ha végig mentünk, végig mentetek a, a, azokon a standokon, akkor nagyjából körülbelül mindenhol ez volt. Az RX 200 az fixen ott volt mindegyiknél, meg még valami. Tehát ez nem volt valami baromi nagy kínálat, illetve hát a, a Decodes is ennek a dump bárnak az egyik csücskében volt egy, egy méterszer másfeles üvegasztalon, kirakva meg mellé még egy, egy álló stand, és ebbe volt talán 20 mod. Ennyi. Meg ami még nekem tetszett, ugye a damaszkuszi acél ott a Krovépnek a standján, de hát na most ott is Krisztián 18650-et szív, ez egy laza 360 euró lett volna a 18650-es damaszkuszi acél cső, de azért menő volt, nem Krisz? Nagyon, nagyon, nagyon. Kurva jó. Meg azok gyönyörű. a stabilizált facucok is 18-650-ben, annyira kis szép picurka, fú. Ö, igen, igen, az az Andor, Andor, Andor hülyesége, amit beletettem a, a videóba, ott volt az a stand, igen. Hát azok is. Hibrid is, kapcsoló is nagyon pici. Az egész tényleg, azon gondolkoztunk Krisztiánnal, hogy ez most valami, ez most valami aksi védő vagy ez tényleg egy mod? Mert olyan pici volt. Úgyhogy nekem nagyon tetszett egyébként a krovétnél a a, a a drippek, és szerintem nem voltak elszállva, tehát ilyen, <kül> mit tudom is én, egy darabot vehettél ilyen 30-35 euróért, és akkor voltak ilyen hármas exkluzív szettek, amiben mindenféle méret, meg forma volt, Na az volt mondjuk 115 euró a három darab. Hát az már úgy, úgy persze húzós, hogyha valaki belegondol, hogy úristen, mit tudom is, 40 ezre dripre, de, de, de gizdaság volt. Alapvetően meg persze, igen, amit Fifika is mondott, hogy ott voltak ezek az egy-két egy olyan stand, hogy <coughs> hát csak úgy eljöttünk, hogy, hogy hogy itt legyünk, de de tényleg ez a pff, leraktam három névjegykártyát, meg két likvidet, és akkor ennyi. Az a likvid, ami, ami benne volt a... Bocsánat, a nem VIP... Nem Fifika. Ami nem, benne nem. volt a VIP-s csomagunkba, Krisztián. Az, az a likvid volt, nem tudom, emlékszel arra a standra, hogy két ilyen, ilyen kurva nagy, ilyen, ilyen csepp alakú butella, mit volt az szerintem, vagy 15-20 literes, és abba volt Aha. a likvid. Na ez volt az a <coughs> likvid, azért mondom, hogy ugyanaz volt ízre, csak más a brand, mert megkóstoltam őket, és, és tényleg az volt. Na és akkor most jöhetsz, Fifi, bocsánat. Na, volt ott egy stand mindjárt, ahogy bejöttünk, ahol rengetegféle készülék volt, meg ilyen nagyon szép pipák, <coughs> És akkor, na, ott így ráakadtam, tudod, erre a, a... Nekem az ilyen atomgagyi kinézetű, az a agyonvésett ilyen cifravirágmintás, anyomógomb, valami ilyen opál üveg, vagy nem tudom én mi volt, és tudod, annyira néztem, hogy a srác kivette az aranyszínűt, és így kirakta a, a vitrin tetejére, hogy nézegessen még, ó, ott sem lefényképeztem két-három oldalról, de hát ez, a, ez az atomcigány, tudod, így az jut róla eszedbe, amikor volt az a fotó, hogy ilyen, ilyen fél kilós aranykeresztel a nyakába strandon a cigánygyerek, Hű, mondom, ezek itt meglátják, hogy miket lehet kapni, tuti jövő héten érted, vajdák ilyennel fognak rohangászni, akik vépelnek. Brutális volt. <kül> Tehát egy-két ilyen, ilyen érdekesség azért így, így melbevágta az embert, meg ami nekem mondjuk így tetszett, hogy láttam egy-két igazán szép pipát, mondjuk én nem vagyok egy pipamániás, de volt egy-két nagyon szép ilyen majdnem tajtékpipa kinézetű e pipa azt tetszett. Ja, és hát, ugye, említsük meg, azt gondolom, te is fényképezted a vörösre tetovált testű. ott van fönn a fényképek. Én a testét nem láttam, csak a fejét. Átlapozta itthon az asszony, és így, atya úristen, ez festve van? Ne, hát festve, végül is a bőre alatt, igen. A mérnek is ilyen fura színe volt. Vagy átvett színezve, az is, vagy kontaktlencse. Szerintem kontaktlencse kontaktláncse. Tehát Vigyázzál, vigyázzá, is... én épp két hete olvastam egy cikket, hogy, hogy, hogy ilyen test, hát, hogy mondjuk body modification, Te ilyen is, bódosítás. ilyen is van, hogy a, a, a szemednek a, a, fehérjét, sőt, a, az íriszedet is meg tudják festeni. Betegek. Betegek. Hát és egyébként nem számít neki, hogy lehet, hogy megvakulsz, nem baj, legyen kék. <laughs> tehát olyan volt a, a a szemfehérje tudod, mintha fűszert fogyasztott volna a dűnébe, és egy ilyen hihetetlen fekete szemgolyó, tehát ilyen írisz nélküli, meg, meg tehát egy darab fekete gomb volt a, oh. a szemgolyója. Félem, Nagyon tess. durva volt. Viszont azt Krisztián uh, is elmondta, volt egy ilyen pici, rövid kis uh, bejelentkezős videó, azt a Facebookra tettem talán föl, hogy uh, hogy ami ö, érdekes volt és jó volt, hogy, ö, hogy mindenféle ö, generációt, társadalmi ö, osztályt láttunk ott a fiataltól az idősig, a jó módútól a az átlagpolgárik, hogy így fogalmazzak, ö, és és ö, mindenki képviseltette magát és ö, Lányok, fiúk, csinosak, csúnyák, volt ott minden, mint a búcsúban. Két, két érdekes dolog szúrt szemet. Az egyik azt, hogy valamelyik ekte német üzletnek a kiszolgálói csak indiaiak voltak. A másik meg, hogy a, a Maláj Liquid standján csak német lányok. Tehát hát így az megálltunk, már, és akkor nézegettük a sokba került hát, volna ezek, Malajziából elhozni ide még, még a ezek bizz, nőket. Ezek is. biztos nem, biztos nem uh, malályok. Hát ott nem volt sok kedv az arcukon egyébként. Hát, igen. Én nem tűntek igen. túl lelkesnek. Én több, több fotót csináltam róluk, de a színes pólón kívül nem, nem sok minden, egészen ilyen kifejezéstelen arccal, ez a baj a hostesszekkel, nem mindegyik érzi át a, a helyzet jelentőségét és a bulit. Ezzel szemben mondjuk a szervezők, a szervezők azok teljesen kitettek magukért. Én nem is nagyon láttam olyan szervezőt ott, aki ne -e cigivel rohangált volna, úgyhogy az abszolút látszódott, hogy a szívügyük a, a rendezvény, és nem csak no, csináljunk egy ilyet, aztán valami majd csak lesz nagyon kis lelkesen De a, a legdurvább szinten. ilyen, ilyen bazáris tandja, az ki nem bírom mondani a nevüket, az aromenversand.com. Ez valami német aroma, meg elcigi elárusító Tud, nekik volt egy olyan standjuk, hogy így, nem tudom, mint egy ilyen kurva hosszú pult és tele volt a, a hátuk mögött ezer apró Ö, én, a... Tudod, mi ugrott be nekem? Valami, valami ilyen fitting, fémáru üzlet. Igen, az igen. Az igen. Bent, ahol laktam a, a... valahol a nyugati környékén, velem szembe volt egy ilyen vízvezeték, és mindenféle nyomócső, meg meg szelepbolt, na az volt ilyen, színre mindenre. Igen, és ott álltak, ez egy ilyen sarok részen volt, és ott álltak rogyásig emberek, az a videóban is e, látszott. Na de úgy mindent összevetve, Fifika. Hát igen, tehát a, a konklúzió, ugye az a baj, hogy, hogy én egy évvel, hát nem egy évvel, de majdnem egy évvel ezelőtt Dortmundban voltam, az egy szakkiállítás. Utána tehát, és valami hasonlót vártam. Tehát aztán én így rendet raktam azért a fejembe, hogy én valami hasonlót vártam. És hát ezzel szemben ez egy, ez egy kicsit szellős, kicsit mindenféle rétegét fölvonultató show volt gyakorlatilag, ahol meg lehetett vásárolni. Így a Dortmundban meg az volt a bajunk mellesleg, hogy ott mindent megmutattak, mindent kipróbálhatta, csak éppen vásárolni. Nem tudta, itt meg ugye lehetett vásárolni. A, az, az, igazság az, hogy azért olyan, olyan egetrengető újdonságokkal szerintem senki nem találkozott. Tehát, hogyha megnézted a, a, a standokat, akkor a, a számunkra ismeretlen német Aromaválaszték, meg liquid választékon fölül, hát ugyanazok a készülékek köszöngettek vissza szinte minden standon, kivéve egy-két speciális esetet. Szóval nem, nem tudom, akivel voltam a, a balázs, az is azt mondta, hogy hát hát jó, jó, eljöttünk ide is, szétnéztünk, itt is voltunk, most már tudjuk, hogy ez milyen de, de hogy, hogy ő is na nagyobb várakozással indult ennek neki, mint, mint amit kapott. Úgyhogy ennyi. Nem volt rossz, most már azt mondom, hogy nem volt rossz, ott kellett lenni, látni kellett, valószínűleg jövőre is el fogunk menni, már csak azért is, hogy tudjuk hasonlítani a... a történet, történet, történetet, hogy mennyit fejlődtek egy év alatt. Én szerintem még egyszer ennyi kiállító simán elfért volna, és, és én a kiállítók helyében, vagy a szervezők helyében törekedtem volna arra, hogy, hogy igazi húzó nevek azért ott legyenek. Mondjuk az, hogy, hogy a Verdampf nem volt ott, mint gyártó, vagy legalább a disztribúciója nem volt ott, és nem tudtál ö, venni egy kazánt, vagy egy készüléket, az azért egy picit gáz szerintem. Már hogy a Smoke mondtad, én szinte biztosra veszem, hogy nem azért nem voltak ott, mert a szervezők nem hívták fel a figyelmüket, vagy nem hívták elő őket. Igen. Jó. Igen, de, mert de ugye nem, ott volt a, a Diggudász, aki. aki... Hát nem voltak ott, de tehát azért nem okolhatjuk a szervezőt, hogy mit tudom is én, ö elhívom az Egyesült Államok elnökét hozzád, aztán nem jön el. De azért nem én vagyok a felelős, hogy hogy nem jön el. Tehát azért nem a, a rendező a a az igényt, hogy nem is mondja, nem ő a az, aki nem figyelt oda az ilyenekre. Hát ő elhívta, gondolom, azt ők meg úgy döntöttek, hogy piaci alapon nekik nem éri meg kiállítani, vagy valami. Hát, ha jövőre, ugye, hogyha most azért az elég jól sült el, és meglátják, akkor lehet, hogy Go bátrabban jönnek majd nagyobb nevek is. Azt, azt megnéztétek egyébként, hogy Krisztián ott a mi oldalunkon, tehát a, a nehogy azt higgyétek, hogy azért mondom mindig ezt a VIP-t, mert, mert VIP, hanem, hanem, hogy mert az egy referencia pont, hogy onnan, és ha azon a soron végignéztél, ahol ö, volt ez a EPRES liquid is, hogy ott ott viszont, gondolj bele, hogy ott volt a, a dumpferszófa, ott volt a hirtelen akartam mondani, nem tudom, az, az, a, a, az X, az Y, az Z, körülbelül három vagy négy reviewer és ilyen ecigi terén mozgó videós emberke ott volt standal, és ilyen nagyon profi dolgokkal, hogy a dumpferszófa egy hatalmas nagy bőr ez a, ez a szegecselt ülő garnitúrával, az meg kijött oda, csak azért, mert dampfer szófa, az meg csak azért. Meg mögötte ezek a, ezek a nagyon drága ö, molinók, tudod, amit így, így kihúzol egy mozdulattal, és ott van rajta nagyon dizájnosan, nagyon szépen a logód, meg szöveget, hogy ilyenekkel is kijöttek. és ö, Ö, nem tudom, hogy ők fizettek-e helypénzt vagy sem, de, de így megjelentek. Ö, ők is sok-sok felszereléssel, tehát ö, szerintem baromira jól össze volt ilyen szempontból ö, szedve, promózva a, a dolog. Én gondolkoztam ezen, Fifi, amit mondta, hogy egy sorral több lett volna. De ha egy sorral több lenne, ilyen szélességben, pult, meg, meg sorszélességben, mondjuk képzeld el a, a végén a, ezt a bárt vagy mi az anyámat, ezt told a egy picit, aki a bejárat felé, és még egy ilyen sort próbálja beszuszakolni oda. Tehát az, az már lehet, hogy akkor, akkor sok lett volna. De egyébként valóban, tehát még hátrafelé is lehetett volna ö, nyitni, ö, mert ott, ott le volt zárva még egy ilyen 15-20 méteres rész a. a a hossz tengelyből, de alapvetően szerintem ö, jó volt a, a dolog, és és az meg külön tetszett, hogy, hogy a színpadi programok is ö, szépen követték hát a német precizitásot órára, percre pontosan lehetett tudni, hogy most kijön, most kijön, most kijön, és ö, mellette meg... Ö, tényleg az a, az a beszélgetős, ott állunk a pultnál, ö, ilyen likvidet kóstolok, olyan eszköz, mid van, mutassa, mm -hmm, ez jó, ez nem ízlik. Ö, szerintem kis, kis hangulatos dolog volt. Az igaz, hogy hogy ez tényleg, hogyha a másik nap tulajdonképpen mondjuk, akkor csak a, a színpadi produkciókért mentünk volna, és lett volna egy Imeo, meg más se nagyon tudok, az már úgy, úgy úgy talán sok lett volna, mert, mert ugyanezek a kiállítók, már nem tudtunk volna már abból semmi újdonságot, de így egy nap alatt mondjuk, mondjuk az, hogy 11-től délután 4-ig, 5-ig, az úgy, az úgy pont jó volt. Engem az ragadott meg még rendkívül ebben az egészben, és ezen nagyon el is gondolkoztam, meg ott fejtegettem még a blogon is, hogy, hogy Bécs-Budapest, illetve Magyarország-Ausztria méreteiben sem igazán különbözik és messze sincsen egymástól, és hogy mégis mekkora különbség van abban, ahogy, ahogy egy ilyen forgalmazó megjelenik, amilyen arculatot épített magának az elmúlt évek alatt, hogy, hogy tényleg ég és föld a, a, a különbség. Hogy, hogy, ez mi a fenéért lehet, és, 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 és hogyan tudta mondjuk a, a, az osztrák határ túloldalán tényleg egy ilyen nagyon masszívan kulturális jelenségé kinőni magát a, a, az elektromos cigarettázás és az elektromos cigaretta használat, forgalmazás, stb. stb. Míg itthon meg egy kicsit ilyen begubózott valami lett belőle, a, az itthoni boltokat megnézed, akkor igazándiból nagyon brandépítés, márkaépítés, hájpolás nem nem volt. Én azon filóztam, hogy lehet, hogy ez a 2012-es nikotinüldöztetés vette vissza, vagy vetette vissza annyira a vállalkozásokat, hogy, hogy inkább lapult mindenki, és, és nem állt ki a mellé döngetve, nagyon ö, csicsás márkaépítéssel felvértezve, de hogy, hogy brutális Nem, Krisztián, a, szerintem pont szartak rá, akkor is, meg ak akkor is szartak volna rá, hogyha ezt e, nem történik meg e, valamit itt. Tudod, mi jutott eszembe nekem erről az egészről, amit mondtál, hogy, hogy Magyarországon, ha visszagondolok az elmúlt öt évre, hatra, ahogy, ahogy fölfejlődött ez, a, ez az egész piac, meg meg a kínálat, meg, meg minden, hogy itt mindig egy picit olyan olyan hiánygazdaság jellege volt ennek az egésznek. Én ezt már annyiszor elmondtam, hogy, hogy tök fordítva ültünk a, a lovon, és hogyha valaki behozott valamit, akkor, akkor fú, úristen, és izé, és mindenki átment ilyen, ilyen össznépi nyalókába, és uh, ilyen uh, felszopások uh, jöttek, és fú, de jó, és izé, és ide mennyi, és ezt csináld, és fú és köszönöm, hogy másnapra ott volt az áruom, egyébként azt gondolom, hogy egy magyar cégtől az így elvárható dolog, hogyha ma megrendelem, akkor másnap feladja a postára. Stb. 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 Szóval nekem, nekem, ez mindig egy ilyen, ilyen nagyon visszas, és egy, ilyen, mondom, inkább majdnem ez a pult alatti hiánygazdaságot idéző állapotra hajazó piac jut az eszembe, amikor erre az elmúlt öt évre gondolok, hogy ültem a gép előtt, és ez megtörtént, tehát ezt nem most találunk, hogy ültem a gép előtt, mert az adott webshop, öcsém, éjfélkor az első, második, harmadik, negyedik vásárlónak adotta, nem tudom én milyen lószarából, és akkor ültem a gép előtt, éjfél volt, és akkor ah lenyomtam a gombot, és fú, és izé, Hát, na ezt nyugaton is csinálják, csak a számozott száz darab ö, méreg drága áron, és nem egy beszélünk egy kínai ö, 1500 forintos kazáró, vagy egy mit tudom én, 6000 forintos készülékről. Tehát ö, itt, itt ilyen picit fordítva ült ö, mindenki a, a lovon, ez az egyik. A másik, ami ö, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy egy csomó ö, gyártónak forgalmazónak volt arra öt éve, hogy, hogy szakmailag mondjuk kicizellálja akár a termékvonalát, akár a, a likvidjét, vagy bármit. Na most ehhez képest érted, tényleg nem, nem akarok senkit megnevezni, de hogy, hogy öt év alatt nem változott meg a csomagolása öt év alatt nem tudott egy, egy bármilyen minősítést szerezni a, a gyártására, hogy, tehát érted, hogy a, a pénzt nem, nem abba forgatod vissza, hogy, hogy egyre jobb és egy, egyre faszább legyél, és, és mindenféle téren meg tudjad állni a, a helyed. Most meg mindenki kapkod, mint a, az őrült, mert ugye lesznek szabályok, kell egy csomó vizsgálat, stb. stb. És tehát érted, amikor egy vonalkódod baz meg, nem tud fölrakni a, a termékére normálisan, úgy, hogy azt nem tudom én három hét múlva is leolvasható legyen, akkor miről beszélünk? Már bocsánat. Hát nem egyszerű, hát nem egyszerű. Már bocsánat. Kicsit messzire szaladtál ezzel a gondolatmenettel, én még mindig ott vagyok fejben leragadva, hogyha biztos emlékeztek, hát elég idősek vagyunk már, még a régi szocialista írába, amikor elkezdtek a tévében a, a, a magyar reklámok jönni, hogy az a fajta stílus és elképzelés a, a, a marketingről és a pr ról és aztán mondjuk így átkapcsoltál egy Sky Channel re annak idején, és így jöttek szembe a nyugati reklámok, és így kapkodtad a fejlet, hogy Ilyen is lehet egy reklám. Ubazni, hogy. Jaj, jaj. Hát igen, igen. Tehát itt, itt mond, mondom, de de ez mind, mind abból ered, ahogyan. Hát kvázi ez, hogyha belegondolsz, ez egy a közösség által életre hívott piac volt. De abba is gondolj Te... bele, hogy, bocsánat, hogy, 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 hogy most tulajdonképp miről beszélünk? Arról, hogy valaki. Valaki ö, két nappal előbb hozott be Kínából valami igen. Ö, szar ö, készüléket, vagy kazánt, vagy arról, hogy előbb lehet kapni egy 50 ezer forintos ö, modot mondjuk. Hát a piaci igények, meg, meg sajnos mi tettük ilyenné, illetve a, a fogyasztók kell ilyennek is lenni, meg, meg olyan. Meg magyar vásárlóerő, igen. Igen, kell ilyennek is lenni, meg olyannak is lenni, de igazán nagy truvájt nem tudsz felsorolni Magyarországon, hogy ö, ö, nyugodt szíve bárkinek mondhattad volna, hogy ami szembe jön veled webshop, ö, hogyha ilyen terméket akarsz. Na nekem is van ismerős, most is mondta, ö, ö, hogy, hogyha neki van ismerőse, aki csak ezt az egó méretűtés, hogy hol tud olyat, mert hogy bezárt náluk a bolt, hogy csődbe, mondom, nem csődbe ment, hagyjam, nem csődbe ment, menjét trafikba. De miért menjünk trafikba? Hát ő nem dohányzik. De mondom, menjél be a trafikba, és ott lehet kapni, hogyha jó helyre mész. De hova menjen? Na, hát mondom, igen, ez már egy érdekesebb kérdés. De tehát ezeket a termékeket azt mondtam volna egy évvel ezelőtt bárkinek, hogy bárhova menjél be, azt ott vedd meg. De mást, hogyha, hogyha, akarsz venni egy, egy ilyen modot, vagy egy olyan extra valamit, vagy nincs. Nincs, mert nézzétek meg, hogy vo vannak, voltak olyan kereskedők, akinél volt, és aztán így kikopott mert nem veszik meg az emberek. És aztán az van lehűjézve, meg, meg sznobozva, aki meg megveszi. Mi veszed meg, a, meg? Az, a, az is akciós volt egyébként az a stabilizált fa Dani, amit lefényképeztem. Aha. 440 euró ér. Akciós. Jó, érted? Hát érted, én 200 euróba visszajöttem, nem is tudom, 140-ne, tehát. És ebben benne egy... volt a jegy is. Ja, és igen, és ebben be benne volt a kettő darab vízer is, amit vettem, tehát. Ja, és akkor tudod, megvettem, és me mellettem mondja a, a, a barátom, akivel voltam. Te hülye vagy, hogy hát ez kínából három dollár vagy kettő, meg te meg itt nyolc eurót adsz érte. <coughs> a bad, bad klasszikus Batman Robin igen. <coughs> igen, igen. lett de mondom, hát valami vásárfiát csak vinni kell haza, és az, tehát akartam mondjuk venni egy normális pólót, vagy mondjuk bögrébőt, csak a Vienna Vépsó Show bögre volt. Nem tudom, tehát úgy nem nagyon fogott meg semmi, hogy lehet, hogy volna fag TPD2 energia Igen, 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 azt láttam. Nem iszom energiaitalt italt egyébként. Tehát. Nem na, elfér hát volna ezzel, ezzel a szemmel nézve egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát, hogy jó volt egy ilyen látványnak. csak ne kéne, ne kéne ilyen kurva sokat autózni. Tehát ez a Szeged-Bécs az azért, na, nem, nem, nem van közel. Egy a jó, de te hozzá, hogy nálunk a büdös életben nem lesz ilyen, mert ilyen forgalmazók se jönnének el ide, hogy hogy kiállítsanak. Ott megtalálkozhattunk, ha kis számban is, de azért ilyennel. Az nagyon jó pofa volt egyébként, mikor ott a Daninál déleltünk, és mondja a faszi, hogy honnan jöttem. És mondom, hogy Magyarországról jöttem. Ó, ott, ott van neki, igen, ö, ö, viszont eladója, a, nem is tudja, milyen Péter. És mondom neki, hogy milyen Péter. Ismeri? Hát mondom, szegről végről, de egyébként itt ül a harmadik sorban a színpad mellett. Ó! Úgyhogy az, az jó pova volt. Hát meglepődtem egyébként én is, tehát nem is meglepődtem, szomorú voltam, hogy nem jöttek olyan nagy német gyártók ide, vagy ha jöttek nem akkor a standal, mint amekkorát én szerettem volna, de hát végül is, mit tudom is, én tényleg a Dani is elfért a standon, amekkorán volt, az a, az dampfer bár az meg, az meg, azért volt ekkora, mert, mert a körülöttük levőknek a cuccait is egy, ők árulták, kettő azért nem szaragurítottak, tehát ott, ott pénztárgép, bankkártya leolvasó, anyám kinya, ott egyébként be tudtál ülni, valóban egy bár volt, tehát tudtál fogyasztani, italt is csináltak neked, tehát az tényleg egy nagyon profin megoldott dolog volt, 70, még egyszer mondom, 70 GT2-es kazánnal. Szorozzatok! Na, Charlie, ezek után le kell, hogy tegyük a szent szentesküt, hogy az idén elmegyünk Dortmundba is, tehát, hogy lássuk, hogy milyen egy szakkiállítás. Jó, ahol. de, de, de enged, enged már el ezt a vonalat, tehát ezt mondja lássuk már. De nem, de, nem engedem de, el, de, de mert enged el, enged el, hogy tehát Értem én, csak te ehhez nagyon úgy álltál hozzá, hogy szakkiállítás nem. Ehhez úgy kell hozzáállnod, hogy ez egy kivaszott vépfest ahol az emberek dilizni mennek, ahol nagy nagygőzöket akarnak fújni, ahol ö, rengeteg kis manufaktúra, te mondhatod azt ilyen, ilyen izének, ilyen házi keverésnek, de rengeteg kis manufaktúra is ott van. Mindenképpen jó, jó, kell ilyen is. A, a Dortmundi az meg más a, más a célközönség, másnak szól. Tehát, hogyha én mondjuk kimegyek Dortmundba, nekem meg az fog hiányozni, hogy nem tudok. Ö, ezt meg azt csinálni vagy venni, mert ott mit tudom is, én nem tudom, hogy milyen Dortmundot, majd azt mondják, hogy minimum rendelési mennyiség 15 ezer palaszk, tehát érted? Tehát és milyen az... rideg szemételen, és hol vannak a gőzölő nagymamák? Ennyi, ennyi. Ennyi. Ö, mind a kettőnek különböző a közönség, és különböző szempontból jó. Ez, ez ö, jó, akkor mondjuk azt, hogy ez mondjuk Krisztiának meg nekem ilyen 90 és 100 között ö, tetszett, neked mondjuk legyen 60-70, ha ebbe beleegyezel. 60. Jó, 60. A Dortmund meg lehet, hogy fordítva lenne. Egyébként köszönöm. De ebből szépen... tíz a távolság. Igen. Egyébként köszönöm szépen Filip Gregorinak, hogy meghívott bennünket. A... Én kérek elnézést, nincs megnyitva a Facebookom, nem tudom, milyen angol webshopnak a megnyitójára. Köszönjük szépen, Gregori! Még nem érkezett meg a két repülő, vagy három repülőjegy, úgyhogy hát légy szíves. Ha meghívsz, akkor normálisan hívják meg bennünket, nem ám így, hogy csak egy meghívó. Hol a repülőjegy? Természetesen business classon. Hol van az szállás. Uber? Hol az Uber, hol a szállás, hol a, a repiliquid, vagy valami? Hát nem csak így, hogy egy, pff, egy Facebookos meghívó. <laughs> Ez nem így működik. Ja, úgyhogy én oda nem fogok menni valószínűleg. Ja. Van valami hozzáfűzni attól valónk még hogy ehhez? Én. <laughs> attól tartok, <laughs> né? hogy én bepisáltam, vagy micsoda. Nem, azt akartam mondani, hogy attól tartok, hogy én sem, mert így a hétvégivel, meg a mostani Varsóival én egy kicsit túllövöm a komfortzónámat kirúcanásokkal. Igen, képzeld, a két hét vége a lakáson kívül, ó, de Úriste, durva. macska Sok nélkül. Kaló. Nem érek Kicsi, haza. Mennyire fognak hiányozni? Már. Ja, írta, írta Kinga, hogy fél hétkor és azt mondja nekem, nem is tudom, hatkor még az autópályán voltunk, hogy Charlie fél hétkor etetés van! Lépj a gázra! Hétkor? Hétkor, hétkor tapos bele hétkor tapos etetés. Bele, Egyébként hétkor. pont, pont elcsíptem a cica etetést, mert hogy... Kinga, hát ugye én, én, szoktam hétkor etetni a cicákat, Kinga meg reggel, ezért ő egy kicsit rutintalan ebbe a témába, úgyhogy késésben volt, és pont hazaértem. kaptak már a cicák? Még nem. Ha, mondom, jól van, akkor etetés meg lesz. Na, és akkor a macska etetéssel tulajdonképp meg is van minden, meg azzal, hogy... Hazaérkeztünk. Meg hazaérkeztünk, igen, annyit kell még tudni, hogy én bekészítettem a kocsiba a kocsistominak a még múltkorról nálam maradt megafonját, a fadobozát itthon hagytam. Tehát akkor ez egy fadoboz mínusz, plusz most hozott mikrofon tartót, és az autóba egy tappancsos tartót, mind a kettő nálam maradt, úgyhogy egyre csak gyűlnek nálam kocsistomi szarjai, és mondtam neki, hogy akkor most írjuk föl, hogy tappancsos, fadoboz, mikrofontartó, mikor találkozunk, odaadom, ennyi. Ja, és még akkor az ez a, a ad... úti költség miatt rám írt most a Bárány Miklós, hogy nem küldted még mennyivel tartozom, nem küldted, jó, kisebb gondom nagyobb volt most annál, úgyhogy majd Miklós, ha ezt hallgatod, el fogom küldeni, higgyétek el, neked is. Küldje Csáli. Szóval ez ilyen trójai faló szerintem a, a, a Tomitól, tehát hogy így hagyja ott a cuccokat, hagyja ott a cuccokat, és egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy így reggel indulsz a fürdőszobába, és hogy ilyen fogkefével a szájába kisétál a fürdőszobáb igen, igen, igen. Vagy, vagy várjál, tudod, hogy csörög a telefon mellettem, lenyomom a szundira, és egyszer csak így a vállamat meglökdösi az ágyból mellőlem, hogy Kei, már ne aludj el! Hát remélem erre nem kerül sor. Na. De remek társaság volt mind a két úriember, úgyhogy na, igen. Én nagyon jól éreztem magam útközben, és túléltük azt a brutális égesőt is hazafelé a Ú, pályán. Úristen, az milyen gyengre. durva volt. Az milyen durva volt, bazd meg. Tehát az még tényleg két perc az egész, hogy, hogy megyünk az autópályán, az nagyon jó volt egyébként tetszett, gondolom a nézőknek is, meg nekünk is, hogy menet közben Facebook Live, és akkor ott a kocsiból közvetítgettünk, hogy hát beszélgettünk egy kicsit menet közben, hát az a kicsit azt jelenti, hogy hazafele a határtól végig beszéltünk. És akkor jöttek a kommentek, tök interaktívak voltunk, meg a, a nézők is és akkor pont elkapta a közvetítés azt a részt, amikor mentünk, 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 és akkor egyszer csak, mint egy ilyen betonfal, amikor az ember beleütközik, húf, jégeső, és akkor a 130-ról így, így 50-60-ra, de még ott is féltem, mert nem bírta az ablak törlő a tempót, elakadásjelző, ködzáró, 50-nel, autópálya, belső sáv, ezt úgy tegyétek össze, Ó, az nagyon volt. 20 méterig volt. már nem láttam el. Hát meg. nem, hát nem. Úgyhogy emlékszem, mondtam is neked, hogy nézzed, hogy a pirosat látsz előttünk, ordíts. És ez valami egész hosszan volt, szerintem 10-15 kilométer biztos volt. Ja. Hát szerintem egy, igen, egy 15-20 percig mentünk így. Na de hazaértünk, épségben, egészségben az a lényeg. Az legyen meg likvid, azt a többi nem számít, meg feltöltött taxi. Jó van, fiúk, menjünk tovább, mert elég jó kibeszéltük most a, a Menjünk. Menjünk. És Befújtam már... a muslincát gőzzel, és leesett. Bepropilén a szárnyát. 18-as. Nem bírta. Hi -hi. Szegény. Ha már, ha már vép show meg konferencia, akkor, amit már itt többször említettél, jövő héten, illetve hát úgy jövő héten, hogy a múlt héthez képest jövő hét, most a héten elindulsz messzire. Elén. Annyira, annyira jó, hogy ilyen szószátjár vagy. Tehát, igen, igen, igen. Krisztián, nemzetközi... Azok, ha mondaná róla valamit, hogy Mondom mi én ez? akkor, mert annyira tehát nem tudja fölvenni a fordulatszámot. Nemzetközi Nikotin Konferencia lesz Varsóban, ahol is a villanypára egyesület színeiben Pifko Krisztián alias Pipa Cica Pipa Cica mu mu is képviseltetni fogja magát. Erről beszélj, Mújó, légy szíves. Köszönöm szépen a felkonfere. Egy kicsit le vagyok lassulva egyébként, mert így a holnap reggel 8.50-kor spúrizok ki Ferihegyre. És ilyenkor az indulás előtti minden a helyén, minden megvan, minden lebeszélve, az, az kicsit kiszippantja belőlem az energiákat. Például most pont felvétel előtt írt rám a, az Airbnb szállásadó, hogy nagyon-nagyon sajnálja, de ő valamit nagyon benézett, mert hogy a, a, a vendége, aki úgy volt, hogy csütörtökig marad, az igazából péntekig marad, úgyhogy most Úristen, mi az Isten csináljon, hogy a saját költségére akkor foglalna nekem egy, egy szállást onnan nem messze, és hogy, hogy csak, csak tudjuk megoldani az Airbnb bevonása nélkül a dolgot, gondolom nem szeretne szar review-t vagy egy ilyen fekete pontot, mint a YouTube-nál. Mondjad ha, ha neki azt, hat... hogy hogy semmi gond Ritz-Karton. Lakosztály. Igen, elnök ki lakosztály. <laughs> Mondtam neki, hogy hát jó van, mit tudunk tenni, ez van, akkor hol találkozzunk, hogy lesz, meg mondom, hogyha ez csütörtökre vonatkozik, és pénteken akkor megyek át az eredetileg megbeszéltek szerint, akkor igazából pénteken nekem egész nap konferencia van, úgyhogy ezt úgy tudom megoldani, hogy a kis kofferommal a kezemben mászkálott pénteken a konferencia, de egyek, kutya kicsire nem adunk, és akkor mondta, hogy ja nem, 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 nem így gondolta, nem akar túráztatni a, a szállások között, úgyhogy akkor ő csütörtöktől vasárnapig le fog nekem egyet, ő baszta el, stb. stb. Tehát, hogy hát jó van, akkor nagyon nagy lelkű tőle, rendben, szuper, intézők így, úgyhogy még az utolsó pillanatra is jutnak ilyen, ilyen izgalmak. De reggel 8.50-kor indulok, 12.20-kor indul a, a gép Ferihegyről, Fél kettőre már Varsóba is leszek, ott egy pár órát el tudok ütni még a, a, a városba, mert 6 óra 50-kor pont ezt nézegettem az előbb, hogy holnap ilyenkor, ha minden jó, megy és lekopogom, holnap ilyenkor már másfél órája túl leszek a, a Billion Lives e, európai premierjén, úgyhogy azon kevés európai közé fogok tartozni, aki maradéktalanul megtekinthette már ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokak által nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várt dokumentumfilmet. És ez lesz a csütörtöki napja a konferenciának, igazándiból ez egy ilyen nulladik nap, az európai díszbemutatója a filmnek. Ugye, ahogy mondtuk, megint ott lesz Éron Bíbert, és utána az elcigi népszerűsítő civileknek egy ilyen díátadó lesz. Engem valamiért senki nem jelöl soha egyik évben sem szégyen. Lesz egy ilyen átadó díjátadó is kapnak egy kis buksis mit a srácok, akik nagyon tevékenyen küzdöttek Európában a, a az elcigi jövőjéért, és aztán utána este 8-tól éjfélig egy közeli étteremben lesz a, 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 smúzolós premier utáni közösségi esemény, eszemiszom dínomdánom. Ez lenne a csütörtöki nap igazából. És aztán, hogy pénteken bedurvulnak a dolgok, és kezdődik a hatalmas konferencia, reggel 10-től este 6-ig az első nap. Itt a, a, az első felét én el fogom bukni az előadásoknak, mert ugye három előadás, illetve két előadás lesz párhuzamosan, plusz a, a harmadik e, ilyen kis esemény e, tíz és egy óra között, az a, a, a fogyasztói érdekképviseleteknek a, a, a kis kerekasztala és beszélgetése lesz. Európa szerte jönnek az emberkék, és igazából itt e, leszek főként az egyesület színeiben átbeszéljük, hogy hogy és mint. E, Szülessen meg az a nemzetközi szervezet, amivel megpróbáljuk az elektromos cigaretta érdeképviseletet beékelni a nemzetközi dohányzás szabályozásba, hogy ne az legyen, hogy mindenhol sehol nem vagyunk ott, és mindenhol a fejünk fölött döntenek. Lobby, 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 lobby. Lobby, 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 igen. Lobbi, lobbi, lobbi. Lobbi, 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 igen. Ez lesz egy ilyen háromórás kis kerekasztal beszélgetés, aztán utána ebéd, és utána kezdődik a... illetve a csütört nem pénteken délután, akkor már csak egy ilyen nagy előadássorozat lesz négy előadóval. Ott az első lesz Dr. Farsalinos, úgyhogy nagyon-nagyon várom. És utána meg 3.45-től 6-ig egy ilyen egy és negyed órás ismerkedés és beszélgetés ott a, a helyben a kis előadókkal, meg egymás között, és akkor ezzel 6-kor lezárul a, a, az első nap, és aztán kezdődik szombaton újra, 9.30-kor indul a nap, és azt mondja, hogy lesz először egy ilyen plenáris előadás a szabályozásokkal kapcsolatban. Aztán egy kis teaszünet után folytatódik, itt még nem tudom eldönteni, mert párhuzamosan lesz kettő. Az egyik az a, 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 a tudományos bizonyítékkal foglalkozik, a másik meg a, az európai tagállamok helyzeteivel, úgyhogy ott még lehet, hogy ugra fogok az előadások között, aztán egy kis ebéd, és délután lesz még egy ilyen kérdezfelelek beszélgetős rész, ez egy ilyen általános, hogy vannak-e még egyéb teendők, mi, mi, mi mindent tehetünk még, vagy mit lehet tenni, aztán egy kis teaszünet, és utána egy szintén egy ilyen plenáris előadás többek között polóza professzorral az átláthatóságról transzparenciáról, aztán a szombaton ez 4-5-kor zárul, és és akkor utána ennyi volt a kis konferencia. Nagyjából így, én nagyon izgulok, nagyon várom, rettenetesen várom, hogy testközelből találkozhassak ezekkel a igazából minden túlzás nélkül az elektromos cigaretta szabályozás, kutatás és, és nem lobbizás, mert az olyan csúnya szó, de népszerűsítés és az átramcsökkentés és népszerűsítés rockstárjaival ott helyben úgyhogy, úgyhogy izgi lesz. Illetve azt beszéltük még Charlie-val, én eredetileg azt gondoltam, hogy majd live tweetelek napközben az érdekességekkel kapcsolatban, de hát ez a 140 karakter az annyira kevés, hogy, hogy aztán Charlie berángatott az LCG tesztek Facebook page hez úgyhogy lehet, hogy ott egy kicsit bővebb lére eresztve tudok napközben, hogyha bármi érdekesség vagy, vagy jó mondat elhangzik, vagy ami így nagyon megemeli a szemöldökmet, akkor arról, ott napközben élőben tudok egy-két szót mondani, és aztán esténként, amikor meg vége a napnak, akkor a, a, a Bécsbe kipróbált live videós technikával bejelentkezem, és akkor lehet kérdezni, és meg élőben egy kicsit terjedelmesebben összefoglalom a, napeseményeit, nap eseményeit, hogy mi minden történt, és hogyan. Ha lesz szállásom, ugye, mert most ez még lóg a levegőben. Ja, de akkor igen, akkor szállást úgy foglalja, hogy wifi bassza meg, az legyen. Tehát a többi Lesz az, wifi. Az ágy az nem fontos, wifi legyen. Illetve hát az, azon a helyen, amit lefoglaltam, ö, ott, ott, lett volna wifi, szerintem biztos, hogy lesz wifi, és azt írta a srác, hogy este írja meg a részleteket, úgyhogy várom örömmel. Jelen pillanatban még tényleg nem tudom, hogy hol a, a tökönbe fogok megszállni. Ö, de ö, ö, elvileg én úgy gondolom, azt mondta, hogy jobb helyet foglal, mint az övéké, úgyhogy felteszem, hogy lesz wifi, de ha nincs, akkor hogy ne kincszat szűrőzzek vele, megrendeltem már a heti eh, Roaming. adatroomingos amivel kapok ottani Varsóba viszonylag tisztességes lefedettséggel, tehát biztos ismered ezt, én fón. most hallottam róla először ez a fón. t -fón, vagy mt fón vagy mi a fene ez Csak a Csak akkor azt ne felejtsd el letölteni a, 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 sztorból az alkalmazást hozzá. Föl, föl, föl már, igen, uh -huh. igen, készültem, úgyhogy bármi internet gigszer van, vagy nehogy Isten a konferencián nem lesz a, a, a amit szintén nem tudok elképzelni, de nehogy Isten nem lesz valamiért wifi, akkor elvileg a tének a a, 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 városi wifi s hálózatára is rá tudok ruccanni. Úgyhogy úgy, hogy ilyenek, ilyenek. Én, én rettenetesen várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nagyon örülök neki, hogy így a harmadik alkalommal minden összeállt ahhoz, hogy elruccanhassak. Hát azt tegyük hozzá, vagy fejtsük ki bővebben, az úgy fog kinézni ez a dolog, hogy Mújó is a, a az ECI tesztek pécsnek a, a, szerkesztőjévé avanzsált, úgyhogy közé tud tenni, és tud livestreamet is közvetíteni, mert őt a YouTube nem tiltotta le, rohagy meg YouTube, még egyszer, <laughs> itt, most, és ö, azt nem tudom, hogy napközben hogy lenne értelme, hogy posztolni, vagy, 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 ö, ilyen kis rövid videót, mert ugye a live videónak ugye az lenne az értelme, hogy, hogy ott interakció Szisztös van. Ö, vissza is lehet nézni, persze, természetesen, hogyha olyan van, és jobbnak látod, akkor úgy, úgy, ö, úgy is bejelentkezhetsz, akár, vagy napközben, ilyen ö, bit szempontokat figyelembe véve, akár pötyögni is tudsz, és akkor arról mindenki kap értesítést, hogyha elkezdődik a stream, hogy adott Facebook csoport, nem oldal, lon, ez most élőben van, és akkor ott lesz mújó. Én, mi, Fifika, megpróbálunk majd, majd pont akkor mindig online-nak lenni, vagy hogyha ránk üzensz előtte, akkor, akkor mindenképpen, és akkor ott kérdezgetünk majd tőled mi is, hogy, hogy mi hogy alakult, egyáltalán van-e szállásod, vagy a kutyaolban szállásoltak el, de, de kíváncsian várjuk, hogy, hogy mi lesz ott, és biztos én még jó nem lesz. tudom, hogy mennyire fogok ott úszni az árral, vagy hogy mennyire lesz, mert van ebédszünet, meg van kávészünet, meg ilyesmi, de még nem tudom, hogy mikor, hogyan fogom tudni ezt napközben beékelni, ezért mondtam, hogy lehet, hogy napközben ilyen kis szöveges, írásos valami, tényleg, hogyha valami érdekesség van, de meglátjuk, ki fog derülni, Ott már első nap biztos jobban látom, hogy hogyan ki merre, mi merre? Ma hogyan mondod? Majd rül? mondod, hogy ne haragudjatok, hogy nem live videóval jelentkezem, de a beluga kaviár megint beszorult ide a fogam közé, és olyan hülyén néznék ki, hogyha úgy beszélnék, úgyhogy csak, csak írok. Na mindegy, hát én nagyon várom. Egyébként neked nincsen véletlen arany ide a kártyád? Ö nem, arany nincsen, azt nem vettem. A picsába. Mert hogy a. Ne? A Skycourtban, a Malév Malévnél, Ferihegyen, a Skycourtban van Mastercard váró, és ott Arany American Express, vagy Arany Mastercarddal be lehet menni oda ingyen, és akkor ott ilyen all you can eat, meg all you can drink van, tehát én ott mindig, ha megyünk, akkor még repülés előtt beverek két-három felest, hogy megnyugodjak a felszállásra, meg kicsit leszedáljon, meg megkanyálok ott reggel, mert még otthon hajnalban fél ötkor sose tudtam enni, úgyhogy megérkezünk, oda, oda, bemegyünk, és akkor ott egy kis kaja, egy kis ivás, és, és utána föl a repülőre, tehát azért gondoltam, meg ez egyébként máshol is vannak ilyen várók, nem csak, nem csak ott, hanem szerte a világon, úgyhogy olyan szempontból az jó de hogyha tudsz, akkor, akkor mit tudom, is én onnan is egy bejelentkezést, vagy valami rövid videót, ha nem is, nem is ilyen livestreamet, csak tudod egy videót föltölteni a, a, az oldalra, hogy itt vagyok, indulok, mindjárt becsekkolok, vagy valami, hogy... Jó, hát ott rengeteg időm lesz, ott, ott töménytelen mennyiségű időm lesz még a reptéren, persze. Aha. Hát, mire a security check után eljutok odáig, hogy, hogy ott check-in legyen, meg azt a bazinatsort végig várni. Jó, jó, persze. Ott, ott bőven tudok bármit csinálni. Mit is mondtál, hogy mikor száll fel a géped? Tíz körül? Ö, föl kell tekercselnem, annyira hosszú a, a kis időbeosztásom, hogy el, el kell ezt róla, hogy lássam az alját. 12-20-kor. Hát akkor akkor komaut vagy 10-20-ra körülbelül. Ja, Igen, hát én is akkor így ilyen... terveztem. Ja, ja. 9 előtt elindulok, 10-20-ra kim vagyok. Gondolom Uberrel mész. Nem, 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 nem. Tömeg? meg? Hát egyszer, ilyen, hogy hívják, onban, kis gurulós bizbaszom, megyek BKV-val, fölteszem a fülesemet, így megúszom egy átszálló egy és ott vagyok. Időm meg annyi, mint a tenger, úgyhogy hál' nem indul korán. Tehát, nem tudom én, egy 7-8 órás lenne, akkor biztos, hogy vagy egy rettér vagy egy Uberrel, vagy egy valamivel mennék, de így, hogy ilyen rengeteg idő van, így, így inkább kibékávézom. Szorítunk, Krisztián. Ügyes köszönöm légy. szépen, és köszönöm, Fifika, hogy kiküldtetek kiküldetésbe. Ügyes légy. És hát mi, mi azért titkon nagy reményeket fűzünk ehhez, a, ehhez az úthoz, úgyhogy amit megbeszéltünk a visszafelé autóval jössz a szélmosó tartályba. Ezt mások is mondták, hogy ha lehet, akkor mondtam nekik, hogy mi úgy intézzük, hogy ami ruha rajtad lesz, az nikotinnal át lesz itatva. Azzal nem foglalkozunk, hogy bőrön keresztül felszívódik, itthon majd megnyúzunk és kitekerjük a bőrödből is a nikotint és ha lehet, akkor valami töményed, de legalább ezre sem. Hát nem, mert először leimpregnálom a bőrömet ilyen hajlakkal, vagy ilyesmivel, vagy ilyen gumisprével. Azt, amit... már, azt már megbeszéltük, hogy hogy kell. Tehát azzal semmi gond nincsen. Kólás hozod az aromát, és Ez ennyi. Tehát jó. Csárlinak jó. egy, egy rekesz málna aromát. Ez a mániátok. Adjatok már engem málnát, vagy Malinka, malinka, úgy hívják. Malinka. malinka és egy zu zubrovkás likvidet. <laughs> Azaz. Szombaton egyébként viszonylag sok idő lesz még így, ugye, hogy ott negyed-ötkor vége a, a, a bonzáinak. Vasárnap korán jövök vissza, hogy nyolckor már indulok visszafelé a, a reptérre, de hogy szombaton délután még, és hát ugye éjszakon van fönn Varsó, eléggé ezt nézegettem, hogy egyrészt jó idő lesz, másrészt meg ö, ö, este kilencig világos van, kilenc után kezd el lemenni a nap, úgyhogy szerintem a nyakamba veszem a várost majd szombat délután. Na figyelj, Krisztián, neked, e boltot, vagy neked ez is. nem izé lesz túra meg móka kacagás, csak unalmas programokra mehetsz be. Jó? Köszönöm. Jó rendben. De egyébként lesz, mivel foglalkoznom, abszolút. -e. Tegnap például a fél napot azzal töltöttem, hogy az alkotmányogi panaszokkal kapcsolatos jogszabályokat, leírásokat, tanácsokat, oh. böngészgettem, úgyhogy az üres óráimban azt fogom írni, az, az egészen bizonyos. Figyelj már, Krisztián, hogy fogod a az ott elhangzottakat földolgozni, tehát viszel laptopot, vagy diktafont, vagy, ö, vagy mi lesz, hogy lesz? Kérték, hogy rögzítés ne legyen kivéve, hogyha, ha, ha külön engedélyezik, úgyhogy rögzíteni nem fogom, de egyrészt a, a, az anyagokat utána megkapjuk, meg viszek magam a jegyzetfüzetet. Úgyhogy ha valami nagyon érdekeset hallok, akkor azokat szépen lejegyezgetem. Ez, a, ez a tervem egyelőre. Ahogy megbeszéltük a tolva rejtett kamera, billion lives, azt azonnal venni, toljuk föl nem, a cam verziót. Nem, nem. <laughs> Persze, hogy nem. Országos barátunkkal érőnő ezt nem tesszük meg. Meghagyjuk az oroszoknak a mozikamerás felvételek privilégiumát. Jó van. Fiuk, majdnem egy LA-nál járunk, folytassuk, vagy, vagy letehetjük már a lantot? Én, Fifika akart még a civil rádióról beszélni valamit. Én szívem szerint lantletétel mellett szavaznék, mert még, még, még kaját kell csinálnom, összekészítenem. Tegyük a le pakomat. a lantot. Hát téma lesz jövő hétre is, ugye? Haha. Ha. Miután visszajöttél. Haha. Ha. Úgyhogy szerintem tegyük le a lantot. Oké, okay. jó van, fiúk. Akkor azt azért kijelenthetjük, hogy kurva jót bulisztunk most hétvégén még legyen ilyenből nekünk sok Ö, hogy tudjuk tájékoztatni az embereket is, akár olyan áron is hogy a Youtube csatornámat tönkre teszik Ö, rohagy meg Youtube rohagy meg Rico Management Ö, és akkor jövő héten jövünk akkor már a Varsói Konferencia reméljük feldolgozott megemésztett, félig megemésztett anyagával Ö, sok sok ö, kérdésünk lesz biztos, ö, jó utat kívánunk neked a holnapi napra akkor, amikor ez az adás kikerül te már ott leszel ö, de így utólag is, akkor ö, amikor jó. az adás kiderül, akkor én valószínűleg pont a Billion Lives premierén fogok ülni igen. Ú, utállak, utállak <laughs> jó, jó, tehát akkor jó utat Krisztián jó jegyzetelgetést és akkor jelentkezzél köszönöm ahogy tudsz. szépen Viszont nektek, kívánjuk. Nektek hallgatók pedig köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a majdnem két órát is. Jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok! Köszi, sziasztok!